és uraim! Ez itt a Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Újra az éterbe robban Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 6 óra múlt pontosan 12 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Jani! Hello, szia, szia, szia! Jól vagy? Sziasztok! Yeah. Ja. Nagyon vagy a mikrofonon. Új ember a pultnál. Jaj, olyan jó, amikor nincs a Feri. Tudok egy kicsit így a régi szép időkre való tekintettel kevergetni. Kalózkodni egy kicsit. Kicsit kalózkodni, kicsit kalózrádióz. Annak idén a DJ-be úgy nyomtuk, hogy a Balázs kevert. És nagyon jól ment neki. Az mondjuk egy alapabb rendszer volt, 1.0-as. Te szemét. Nem. Az egy nagyon komoly rendszer volt. Egy dalett program volt, ez valakinek mond valamit. Azt hiszem az 5.1-es. 5.1-es lehetett? Volt ilyen? Volt ilyen. Képzeld el, olyan benzinkútra jutottam be, ami nincs nyitva. Ami nem a haveromé. Azt mondta a csávó a benzinkúton, hogy 6-kor nyit. És várjon meg a 6 órát. És kérdeztem, hogy barátom, hol Olaszországban vagyunk, sziasztáztak, hogy nincsenek nyitva. 6 órakor nyit. Ha bent a sokban felkapcsolódnak a fények, akkor ő majd tud tankolni. A benti shopvilágítás irányítja a kutakat. Mondom, ti nagyon sokat szívtok itt. És fölkapcsolódtak a fények. Nem mondd már. De a shopban, és akkor kezdett el tankolni. De mi, össze van kötve a benzinkút a kávégéppel, vagy mi? Én az egészet nem értettem. De van egy központi fölkapcsoló ennél a kúthálózatnál, ahol fölnyomják a fölkapcsolót reggel, és akkor minden kúton kivilágosodik, és ezzel egy... És körülbelül... Beindulnak a rendszerek. Körülbelül ez volt, és úgy tudtam elkezdeni tankolni, hogy megvártam, míg a shopban felkapcsolódik a lámpa. 6 óra 1 perckor. Hát ez valaha érdekes. Ja, és akkor várj, mondom neki, hogy... Hát, hogy nagyon kéne mennem, mert el fogok késni. Ráadásul, hogy tudtam, hogy a Feri nincs, mondom, azért az egyedül nem olyan vidám. Mondta, hogy hát majd 6 órakor. És mondom neki, hogy hát barátom, hát 6 óra múlt egy perce, nem? Hogy itt, tehát, hogy tőlem akkor mehetni. Ja, hát akkor biztos késik az órán. Óriási volt. Annyira jó arc volt, annyira nem rohan, és semmi. De nem volt egy kapkodós típus ő sem. Nem volt egy kapkodós típus egyébként. Úgyhogy ezt így elindítottuk, tankoltam gyorsan, aztán rohantam, de én nem hallottam ilyet. Vannak kutak, amik már bezárnak éjszakára? Azért, mert nem megy, vagy kevesen tankolnak? Hát itt a híd előtt, a Lánymensi híd előtt. Ma érdekes. Mert a vidéki pici kutaknál ez egy teljesen természetes dolog, hogy ott mondjuk éjszaka nincsenek nyitva. De azért ez egy elég frekventált hely, akárhogy is nézzük. Nem egy ilyen kihalt tanyavilág, érted? Uh-huh. Köves úttal. Igen, tehát nem az van, hogy tényleg valahol állsz a hetesen, és nem tudom, be van zárva, hanem ez itt valahol. Nem is tudom, mi van itt a Lánymensi híd előtt? Ez mi? Hungária körút? Vagy mi ez? Könyves Kálmán? Ez itt. Most én az egészet úgy, hogy a Hungáriának hívom, úgyhogy de tudjuk, miről van szó. De tudod, miről van szó. Na mindegy, mi újság egyébként? Hát figyelj, azután, hogy tegnap este elváltunk, hazamentem gyakorlatilag, az egész estém arról szólt, hogy ügyeket intéztem. De most komolyan. Neten keresztül, ilyen járulékok átutalása, olyan járulékok átutalása, összecsomagolása a könyvelő cuccainak, a nem tudom mi, a ruha kikészítés, egy alapos zuhanyzás. Figyelj, olyan szinten ilyen feltorlódnak a dolgok, végül az alapos zuhanyzás is megtudtam. De ez az alapos, most egy hét után már azért te is jelezted, hogy jó lenne, hogy egy kicsit ezért már adnék a higiéniának is. De miért az alapos zuhanyzás, ez még egy héten egyszer vége? Nem, hát... A csütörtök mindig a nagy zuhanyzás. Volt tegnap ugye egy olyan kis akciónk, aminek a következményét majd láthatják a hétvégén a kedves nézők, és emiatt elég alaposan le kellett csutakolni magam, hogy eltüntessem magamról az anyagmaradványokat, amik miatt majd elég furán fogok kinézni a műsorban, de erről többet nem árulhatunk el, mert ilyen titokzatosnak kell lennünk. Úgyhogy hogy amiatt is. Ugye alaposan le kellett magam dörgölni habkővel. De ez alaposan az mit jelent? 2 percet? 3? Nem, hogy 3 éve, 3-szor élveztem közben. Azt hittem, hogy 2 percet, 3 ilyenkor. Figyelj, de ismered azt az érzést, amikor gyakorlatilag egy héten keresztül nem tudsz semmivel foglalkozni, semmi mással egy-két dolgon kívül, mi ugye gyakorlatilag végig melosztuk az egész, nem palaszkodás, csak tényszerűség, még mielőtt valaki megírná. És akkor így hazaérsz, és így rádöbbensz, hogy basszus. Hogy milyen rég maszturbáltam. Igen, ez is egyrészt. És egy gyerek egyre kevesebbet alszik, és nincs, aki segítse. Már nem úgy értve, hogy elalszik. Miért igen, nekem a gyerek szokott segíteni? Ez egy érdekes dolog. Azzal, hogy elalszik korán. Ezt nem tudtam. És
és akkor rájössz, hogy feltorlódott minden, és mindent el kéne intézni, mert tudod, hogy ha nem intézed el, akkor holnap még több lesz. És basszus, két órán keresztül, ahelyett, hogy egy kicsit ejtőztem volna, pihentem volna, ezeket intézgettem, és utána szépen lefeküdtem valami, felkeltem nagy kedvel, és akkor így bejöttem, és basszus, nem történt velem semmi. De mondtad, hogy láthatom a balit, és ez olyan jó. Azt igen, erre gondoltam. Nem, arra gondoltam, hogy ráveszlek, hogy egy kicsit az előveiddel szembe menve dobjunk be ma reggel valamilyen jó kis rockot. Na, és hoztál valamit? Hoztam, hogy a fenében nem hoztam volna, és hogy is hoztam. Akkor meghallgatod. Egyre hagyjál élve. És olyat is hoztam egyébként, amit te is szeretsz. Na. Miles Kennedy is. Padödő? Nem. Miles Kennedy is. Dehogyis, Zaragoza ment. Slash és Miles Kennedy? Nem, Miles Kennedy is a Creed-es srácok, vagyis az Alter Bridge legújabb albumáról hoztam egy jó kis húzós nótát, semmi túlzás nincsen benne, viszont fel fog tőle ébredni mindenki, remélhetőleg én is. Jó, egyébként én benne vagyok. Úgyhogy hallgathatunk valami Feri, rokot. Hol van egyébként most? Nem tudom, ez most egy ilyen nagyon titokzatos távolmaradás volt. Lehet, hogy Csabival együtt vannak? Megirigyelte Csabi kitelepülését? Nem tudom, úgy írt valamelyik este egy SMS-t, vagy e-mailt, hogy most nem jönne. És én így írtam neki, kicsit provokálva. Nekem sok ilyen SMS-en van előre megírva, de még egyet sem küldtem el belőle. Miért nem? Egyszer tegyere rá küldésgombra. Írtam neki egy e-mailt, hogy bárhova mész, hozzá. Vagy bármit csinálsz, hozzá. Tudod, azt hittem, hogy megint valami malacölő fesztiválon van, vagy bármi. És akkor nem válaszolt, hogy hova megy. Tehát ez egy ilyen titokzatos távolmaradás. De nem mondta meg. És tegnap nem is kérdeztük, de hogy úgy hallgatott róla. Hol van? Mindig meg szoktam mondani, hogy itt vág disznót, ott ül mókust, itt filész krokodilt, ott belez lajhár. Itt lesz Zergi. Igen, itt lő Zergét, ott vadász, itt nem tudok kecsegére vízben. De most egy ilyen nagyon-nagyon nagy lapítás volt. Csak hogy ő ma nem jönne. És ez így több, mint gyanús. Aztán igen, lehet, hogy simán arra vágyott, hogy aludjon, nem tudom, 9-ig, és akkor így szépen ezt így megoldotta, nem tudom. Vagy végre a régi tervét valóra tudja váltani, hogy a konkurenciát, Kovács Lázárt, Laci bácsit, Benke Laci bácsi ilyeneket eltesz láb alól, és elássa őket valahol egy börzsönyi vízmosásba. De miért szerinted ez még neki konkurencia, Benke Laci bácsi? Nem, egyébként marhára nem. Nem? Feri sokkal jobb ennél. Már nem, Laci bácsi is nagyon jó, csak hát a Feri nagyon-nagyon-nagyon jó. Na nézzünk gyorsan egy-két SMS-t, hogy mi a helyzet. Balázs, tolj meg adra egy kis hangot, már toltam egyébként. Adtál borravalót a srácnak, kérdezi egy hallgató. Adtam, 100 forintot adtam. Mennyit szoktatok adni kúton? Mennyit szoktatok adni benzinkúton? Mennyi borravalót? Ja, mondjuk tudom, a borravaló az nálad Bakos Ferenc. Mit? Igen, az a juttatás, ami elvileg nem jár, de adható. Benzinkúton mennyit adsz? Hát az attól függ, hogy mennyit vásárolunk, tehát hogy... Ja, de várjál, te ilyen self-made man vagy, tehát hogy te meg, magadnak... Meg basszus, de mondtam már ezzel, hogy... a gumit, meg nem hát egyrészt ez, másrészt meg, ugye itt van egy alapvető ellentmondás, én ugye a pontgyűjtők közé tartozom, és amikor az ember mondjuk odaadja a pontgyűjtő kártyát, és kapsz rá 20 pontot, akkor elég fura, hogy adsz rá még 500 forint borravalót. Hát 500-at, nem tudom, mert valaki tankol neked. Ja, hát akkor nem szoktam egyébként, mindig én tankolok. Nem hagyod? Nem, mert nem szeretem, hogyha a bemelőnyílás körül egy kicsit benzines marad, és nem törlik le. De miért maradna benzines? Hát mert belerakja a pisztolyt, tankol bele. Amikor kiúzza, akkor ott szétcsöpög. Nem szeretem, a szétcsöpög. Mert akkor ott, hogyha szétcsöpög, akkor összegyűjti a port, és egy után az a kis tágulási nyílás eldugulhat. Milyen tágulás? Tudod, van egy kis nyílás, ahogy hívják mellett, a beömlő nyílás alatt van egy pici kis nyílás, ami azért van, hogy ha melegebb meg hidegebb van, és az üzemanyagnak a térfogata növekszik, akkor legyen helye a levegőnek kijönni. A beömlő nyílás mellett van még egy lyuk a benzin. Alatt egy pici. Soha a büdös életben nem hallottam ezt. Hogy ott van egy nyílás még. Igen. Nem lehet, hogy nektek csak lyukos a tank, és így akarták eladni a kocsit. Mi az a lyukor? Hát az a beömlő nyílás, a tágulás. Mert hogy amikor melegen van, akkor ugye az üzemanyag egy kicsit elkezd tágulni. Ez nem egy karbó ez. Térfogata, és érted. És akkor ott eltávozik a levegő. De ha eltávozik a levegő, akkor ott kifolyna a benzin is, nem? Nem, annyira nem. Mert hogy a benzin kinyomja a benzin kinyomja a tankból a levegőt, és igen. Akkor,
Nekem nincs lyuk. Nekem egyik kocsimon se volt lyuk. Neked van? Tanksapkán. A tanksapkán van lyuk? Tényleg? Nekünk alatta, a mi márkánknál. Ja, és ha túltankolja, akkor azon a lyukon elkezd kiömleni a benyó? Aha. Aha. És akkor ezt mindig letörlöd. Uh-huh. Nem, pont azon gondolkoztam, hogy ez a 100 forint, ez sok vagy kevés, de szerintem ez a 100-150-200 ezzel jó vagyok. Nem? Szerintem nem. De nem rossz. Kell többet adni. Fia, ha mondjuk alapvetően abból indulsz ki, hogy hányan tankolnak mondjuk egy frekventáltabb helyen lévő kútnál, szerintem az egyáltalán nem rossz. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy vannak emberek, akik sokkal, de sokkal kevesebbért, például RDL írja, meg direkt kértem, én írják, meg ezért mondtam, de hogy ettől függetlenül azért szerintem sokkal örülnének neki, hogyha jobb beesnének ilyen izék, ilyen 150-200 forint. Hát de annyit kell, hát annyit persze. Kell adni. Hát ha megcsinálja neked. Meg ráadásul beszéltünk is róluk, tehát hogy már korábban is akkor mondták a kutasok, hogy eléggé rövid pórházon vannak egy fizetés tekintetében szegények, úgyhogy kell nekik a jár nekik. Na, én mindig adottak lelkiismeretesen egyébként. Temetésre ment a Feri, mit kértek, mit hozzon? Balázs, mit kérsz a Swinger klubból, üdv Feri? Angela Merkel után kémkedik. Írják a hallgatók, hogy hol lehet a Feri. Igen, ez egy jó kérdés. Most kivel fogok fogadni Federerre? Hát velem fogadhatsz. Hogy? Csak én arra fogok fogadni, akire te. Én sokkal egy... rafináltabb vagyok, mint a Feli. Az egy nagyon egyoldalú. Kivel a Gyokóval játszik? Nem, a Del Potróval játszik. Akkor várjál. Hát, basszus. Figyelj, fogadok én veled. De nyilván te az elveid mellett kitartva, Federerre fogsz tenni majd valami kisebb összeget. Amíg Rózsé játszik, én nem árulom el. Aha, jó. Jó, figyelj. Én nem azt mondom el. Neked, hogy mondjuk... Legyen Iván Lendl. Kezelendl. De, basszus. Legyen Boris Becker. Igen. Jó. Mi jó? Legyen Metz Villander. Jó, akkor én Navratilová. Akkor Navratilová, Villander és Björn Borg, és akkor nézzük meg. Figyelj, nem kell, én nem akarlak. Fogadok veled. Figyelj, neked 10.000 forint az 4 vacsora, 4 tankolás, 3 wellness hétvége, meg 2 nagy bevásárlás vasárnapra, úgyhogy én nem akarlak téged. 30 évnyi ajándék a gyereknek karácsonyra. Igen, én nem akarom azt, hogy a világ a következő tényleg 25 évben ne kapjon semmit, csak mindig egy cetlit, hogy köszönd meg Balázsnak. Igen, tehát ezt nem akarom. Nem akarlak belehajszolni semmiben a fogadásba. Csak eszembe jutott, hogy hát hogy? Hogy itt nincs a kis fogadótársam, és én nem fog tudni fogadni. Szerintem most Del Potro megérzi a vérszagot. Most érzi, hogy a Rozsé most elkapható, mert most nagyon lent van. Szerintem csak teniszezni akarnak. Szerintem Del Potro nem gondolja tovább, hogy... hogy vagy jól el is kapja. Mennyire elkapható Rozsé, szerintem ebbe azért nem lenne benne. A teniszben szerintem igen, de szerintem Del Potro nem tudja elkapni. Tényleg egyébként most erőt eszembe, hogy mondjuk viszonylag korábban eszembe. Igen, de hogy van köztudottan meleg teniszező férfi. Mert azt nagyon jól tudjuk, hogy nagyon sok a hölgyek között, nagyon sok leszbikus van. Ugye a leghíresebb az közülük Navratilova, akivel mondjuk én nagyon sokan nem akartak együtt zuhanyozni, akik mondjuk az ellenkező nemhez vonzodnak, mert állítólag ő azért rájárt elég keményen a bödönre, igen. rájárt a... Persze. Igen, a szilvalekvára. Igen, ő azért szívesen szappanozott, és megajánlotta fel. Behozom a török között, de behozom a szappant is, sőt, én is levet. De nem érted, menj már ki, ne hagyj, de behozok mindent. Nem akarod, hogy megmasszírozzala? Micsoda formás popsi. Ezt hogy elképzel, hogy együtt öltözött valakivel a Wimbledoni döntőben? Igen, és volt, hogy panaszkodtak rá. Komolyan? Igen. De mi is tírolt a csajok segít? Hát persze, rácsapott egyet. Jó, de ki? Ez egy ártan te. Na, ez figyelj, ilyen tenyeresre kaptál még tőlem. Jaj, de kis usi vagy te, jaj, de kis usi vagy. De a férfiaknál nem tudok róla, hogy lenne. Valahogy. Én sem tudok a férfiakról egyébként. Szerintem nincsen. Legalábbis a sportolóknál sokkal kevesebb. Nekem van egy gyanúm, hogy például Fettel meleg, de... De ezt inkább... Mire ezért alapozod a gyanúdat? Nem tudom soha, ezek mindig olyan megérzések, hogy csak férfiak vannak a csapatban. Magyar celebekről is, akik egyébként nem vállalják be, és nem teljesen egyértelmű, ott is ránézésre meg tudom mondani, ki az, aki kamuzik. És az egész párkapcsolat, meg az egész csajügy, az minimum arról szól, hogy minimum biszexuális, de inkább meleg. És ezek általában nem egyébként beigazolódnak. Tehát, hogy ez sosem, hogy nem így.
Ez a Vettel gyereket szerintem ő egyébként nem heteroszexuális. Az egész barátnő dolog, meg minden, ez szerintem egy bődületes nagy kamu. Most akkor kilőttem magam a Vettel rajongóknál, főleg a csajoknál. De a teniszezők egyébként nem. Én nem tudok olyanról. Aztán tényleg se tudja. Ez azt mondja, nem mondják, hát most kevesen vállalják ezt föl. Most mi gondolkozom? Azt gondolkodom, hogy... A Vettelem? Igen, nem, a Vettelben van valami. Tehát, hogy a Vettelben én is azt érzem, hogy ott azért simán benne van, hogy mondjuk két kapura játszik. Azt nem tudom, hogy egyértelműen az lehet. De hogy olyan fura, igen. Tehát, de valószínűleg az ilyen kölyökképű, meg ez ilyen fiatalos külsejű, ilyen, hogy hívják, picit ez az örökké gyerekké maradó ilyen típusú srácok, ezzel mindig azt gondolják, hogy ők ilyenek. Igen. Anna, gyere, mondjad, mert látom, hogy közben valami nagyon nevetsz. Ami persze nem azt jelenti, hogy vicces is, amit mondasz, csak hogy... Egyáltalán nem vicces. Mit álmodtál valamit? Hallom az infókat közben. Te vagy, tudom ebbe, te vagy a matador. Miben? Álmodásba? Ő a matató. Te olyan jókat álszok. Hát elég szürreálisakat, igen. Ahogy te mondod. Igen. Most én álmodtam rettenetes beteget. Na. Képzeld el, a Schwábi Andrissal voltunk. Ó, hát ez már fura. Jó, Schwábit imádom egyébként. Esküszöm, tehát ez nem értem, hogy került oda az álmomba. Ült mellettem az András, és mondom neki, hogy milyen szép mobiltok van nálad. Mondom, add már oda, légy szíves, a Karinának, úgy diszkréten. Mondja, hogy jó, azt mondja, de miért, add oda, mondom a gyereknek, ne kérdezzél semmit. Odaadta a Karinának a mobiltokot, mondom, ezzel eltereljük a gyerek figyelmét. Azt mondja, de miért, óvatosan nézzél, mondom, András jobbra. Jó. Oda néz, azt mondja, mi? Gesztenye gubicsok vannak egy halomba, de hatalmas halom volt. Az, hú, az kezd izgalmasra várni a történet, gesztenye gubicsok? Igen. Azt mondja, mi? Hát ehhez mondja az András. Az de nem. Együtt szedtetek gesztenye, bocsánat? Nem csak gesztenye gubicsot, nem ugyanaz. Egy padon, és ott volt Karci is. És mondom, az nem gesztenye gubics. Karci a gesztesi? Nem, a Karina lányom. A Karina, ja, Jézus Isten, azt hiszem a gesztes. Odaadta András a mobiltokot, hogy eltereljük a figyelmét a Karinának. Mondom, tereld el a gyerek figyelmét. Mondom, én diszes mobiltok volt nála. Odaadta a Karinának, és mondom neki, hogy óvatosan, most már gyerek el van, nézzél jobbra. Mondom, ott vannak. Azt mondja, oda néz, azt mondja, mi? Hát gesztenye gubicsok, egy nagy halomba. Az nem gesztenye gubics, mondom, András, hanem halott sündisznók. Jézus, és nagyhalom, halott sündisznók. Betegebb bármelyik álmodnál. Képzeld el, hogy benne volt egy, ami élt. Mondom, nézd oda, ő befészkelte magát a halott társai erre az Andi is odament, és hátaposott. Erre az Andi is odament, és magáért. Mondom, mentsük meg azt az egyet legalább. Mondta, jó. Azt mondja, oké, azt mondja, ott voltatok a Karinánál, eljátszott vele, és akkor kiszedte a halott sündisznók közül az egy élőt. Én nem tudom, azt, hogy mit jelenthet, de figyelj, rettenetes. Várjál, gyere, Anna, mentsük meg, csak előtte csinálok még egy Orbán interjút. De volt ilyen, hogy mit tudom, utána levet között mesztelere felment gyertyaállásba, és feldobta magának a sünt? Nem volt ilyen. Nem. Földobta és halálkúszott. Földobta és gyertyaállásba halálkúszott. Nem volt ilyen? Nem csinált, mert az én álmaim mindig ilyenek, hogy történik valami teljesen hétköznapi, és aztán hirtelen valami nagyon beteg. És az álmomban gondolkozom, hogy úristen, ez csak álmodom, ez nem történt meg valójában. Na de ez hétköznapi, ülünk egy padon a Schwábival, hát miért ne történt? Teljesen hétköznapi, teljesen rendben van. És kivette az élő gesztenye gubicsból azt a sünt, amit ő élőnek gondolt. A halott sündisznók közül vette ki, mert felment gyertyaállásba, és mondta, hogy Anna, dobd fel, létszik. Mi lett a vége? És semmi. Hát a vége, az nem is mese, az apokalipszis. Átrendeződött a világtérkép. Ezt álmodtam. Az óceánok, az Atlanti óceán elkerült máshol, meg a Csendes óceán, meg az Indiai. Breaking News vették volt. Át az emberiség felett az uralmat. Breaking News volt, Márkos megjelent álmomban, nem ő volt, de tök mindegy. Egy nagyon és mennyit kért a szignálok? Decens. És azt mondta, már milyen Ákos? Mi Ákosunk? Ja, azt hiszem a Kovács Ákos. Igen? Ennyire nem volt szürreális. Ilyen teljes, decensen közölt, hogy a világtérkép átrendeződött. Emberek szálltak el úgy, mint a léggömbök, és mi túléltük. Az Andrással. Nem csak én érzem hülyén magam ma reggel. Nem, szóval mindegy, nem is mesélem, mert hosszú meg bonyolult, én nem tudom, mi a fene van a levegőbe, de kész. Olyan fáradtan ébredtem. Halott sündisznek. Hát ezek után. Hát gondolj. És volt, hogy András közeledni akart? Vagy bármi is tirölte a feneked? Vagy te éreztél bármilyet? Hogy esetleg nem tudom, hogy elmentél egy másik simér, és közben nézte a feneked? Nem volt? András nem volt kanos az álmodban? Én is egy gesztenye gubics vagyok. Megszúrok mindenkit. Gesztenye gubics vagyok. Nem volt ilyen. Aha. Az nem volt. Az kimaradt. De hát még ki tudja. Lehet, hogy már álmodom tovább. És ez hol tölt engeszem pontosan? A gubicsi úton? Hát igen, ezek az álmok érdekesek. És tudod, neked van olyan álmod, amikor tudod, hogy álmodsz?
Igen. Tehát amikor azt mondta, hogy nyugi, ez csak egy álom. Igen. Nem sok, és föl tudsz úgy ébredni, hogy ordítasz egyet, és fölébredsz? Ordítani nem tudom, azt mondom, nem tudom, hogy ordítok-e. Egyébként most is lehet, hogy ordítottam. De igen, volt olyan, hogy tudtam, hogy ez az álmom. Tudtad, tehát, hogy ez az álmom. Igen. Van olyan, hogy bármikor, amikor rosszat álmodom, föl tudok kelni. Fú, de jó. Azt is tudom, hogy ez most egy álom, tehát hogy tudom, hogy a saját álmomban vagyok. És bármikor, amikor úgy érzem, akkor nekem álmomban kiabálnom kell, és azonnal fölébredek. Az abban a pillanatban, hogy tudom, hogy nem akarom ezt tovább álmodni, üvöltek egyet álmomban, és abban a pillanatban fönn vagyok. Tehát ki tudok lépni a saját álmomból. Ez jó. Könnyen. Ez jó, erre volt egy horrorfilm, tudod, Jani, mi horrorbarátok, amikor az álomba történtek dolgok. Persze, a Rémálom az Elm utcában. Hát nem csak abban, még volt valami másik, nem teszem be a címe. Nem a Freddy, még valami, abban ugyanez volt, hogy ha nem ébredtél, föl véged volt. Uh-huh. Ha nem ébredt, az a Rémálom az Elm utcában, nem az? De az amikor abba föl, volt, igen, abban volt szerintem. Igen. És olyat is tudok, hogy bármelyik pillanatban, ha akarom, és nem tetszik az álom, akkor tudok repülni. Tehát azt mondom, hogy ez csak egy álom, és elrepülök az egyik helyszínről a másikra. Ilyeneket is tudok. Hát ez tök jó. Magasabb intelligencia. Tudatos álmodás egyébként. Igen, én ilyen van ez könyv, tanulható. A rádióban hülyeségeket beszélek. És aztán felébredsz? Nem. Vagy aztán fekszel vissza? Nem, 10 után ébredek. De álmodban legalább jó arc vagy? Nem, ott is kurva szó. De bocsánat. Azért, mert ha itt nem vagy jó faj, legalább nyugtass meg, hogy ott volt. Na jó, hogy állunk játékkal, Anna, ha már itt vagy benne? 2-2. És te viszed a mindent eldöntött, vagy hát azt mondtad. Egyáltalán nem eldöntött. Azt mondtad, ha baj van, te jössz, teszed a dolgod. Ezt adod? Ezt mondtam? Mit mondtatok? Jaj, ja, te már lefűztél. Nem, te már a croissantodon gondolkozol. Megint kimaradt a rók. Hát ne viccelj, nem véletlen beszéltem ennyit, hát nem veszed észre. Igen. Jó, egy hírek után berakjuk, jó? Jól van. Na, tehát akkor lehet jelentkezni játékra? Mit? Lehet jelentkezni játékra, jó? Fél hét múlt pontosan 3 perccel a mindent eldöntő utolsó csapás. Igen, no? És te fogsz játszani. Ez nem biztos, ha téged akarnak kívni, akkor játsszál te. Halljátok, engem le akarjatok már, ma reggel nagyon össze vagyok zavarodva. Most én magamtól is össze vagyok zavarodva, de most, hogy bejött Anna, és beszélt a Schwabi Andrásra és a gubicsokról. Igen. Na jól van. Azt mondja, hogy fél hét múlt pontosan 4 perccel, jó? Mi pedig jövünk nem sokára a hírek. Az a gomb. Ez itt a Morning Show. 6 perc van pontosan 7 óra. Mi volt ez az égtelen ricsaj, ez a kappa hangú? Jól van, igen, ne legyen már puzsér. mi volt ez a szörnyűség? Ki ez a herélt hangú Miles Kennedy? Igen, a herélt hangú Miles Kennedy egyébként szeretni szoktad, hogy a Slash-el énekel lassú gánszámokat, akkor igen, de amikor egy valaki olyan rockdalt énekel, hogy közben nincs meg hozzá a hangja. Annyira betatásodtál egyébként az évek során, hogy az valami szörnyű. Egyszerűen csak gyors volt, vagy gyorsabb volt, mint egy Miért nem Slash? Lehet leülni, szeretni egymást? Miért nem lehet leülni, elővenni 2 rumbatököt, meg egy akusztikus gitárt, és nyomni reggeltől estig a Modern World-ot az extrémtől? Szép dalom a zenét játszani. Miért kell? Nincs elég diszonancia a világban. Hát miért kell erre még rátenni egy lappáttal, érted? Hát tessék, szép, érzelmes, jó dalokat játszani, de ez ütöm-verem a dobot, belenyúlok mindenbe. Ütöm-verem. Ütöm-verem, hörgök, röfögök, és egy kapa hangon visítok, fejhangon biciklis nadrágba, hát miért kell ez? Ez nem egy fekete misés, belezős black metal volt, érted? Nekem már ez is idegtépő ricsaj volt. Mi is te hozott a nyugdíjas klubba. Na megnézzük, hogy ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a válasz. Bali, ezt a kakaszámot hogy engedhetted meg a Janinak? Ja, Istenem. Jött egy csomó pozitív hozzászólás is. Igen, a legjobb banda, hajrá Jani. Igen. Erre a zenére igazán fölpörgök, hú de jól, de minden reggel ilyet hallani. Hát nem fogtok. Ennek itt volt a vége. Halló, jó reggel, Nézd, Gábor. Még szabadságra. Azt biztos szeretnék, te vagy csak jövőre, ahogy látom. Gábor, hello. Hello, sziasztok, jó reggelt nektek. Szia. Hello, Gábor. Gábor, írtál nekünk SMS-t? Így van, írtam, így igaz. Valami nagyon durvát, nagyon arcoskodott? Nem, hát megpróbáltam olyan felesre venni, tehát sem túl arcoskodóra, sem túl gyávára, de olyan középutat próbáltam választani. Igen, na végre egy olyan hétvége, amikor tétje van az utcsó játéknak, így az igazán dögös, visszamertek hívni?
Ja, bocs, Gabi vagyok. Hát Gabi, visszamertünk hívni. Anna visszahívott, úgyhogy itt vagyunk. Úgy van, így van, köszi. Na, kivel? Hát, nagyon tépelődtem rajta, de mivel ugye minden nap szoktam hallgatni az adást, így tegnapit is hallgattam, és örültem neki, hogy végre megint döntetlen az utolsó nap előtt. Uh-huh. Aztán utána beszélgettek, hogy ki szeretné, meg hogy szeretné behúzni ezt a hetet. Szóval úgy, kivel játszunk akkor, Gábor? Úgyhogy akkor veled szeretnék játszani, Balázs. Legyen így! Levetted Jani válláról a terhet, és rám rakták, de gyerekek, hozzá vagyok szokva. Hogy amikor bajban mindenki velém kapaszkodik. Na, és oda kell tennem magam, nekem kell megmentenem ezt a kétségbeesett, nyomorúságos teljesítményt, amit itt a héten a fiúk nyújtottak. Két hét alatt legalább 5 játékot nyertem. De látom, mégis 2-2. De ha 2 hét alatt 15 játékot nyertem volna, akkor is csak második lennék Balázs mögött. Nagyon belekül reménykedni benne, hogy nem fogom megnyerni, ugyanis van az ajándékcsomagban egy olyan tárgy, amire nagyon szeretném. Na, erről beszélünk játék közben, jó? Jó, oké, rendben. Na. Drukkolok neked, légy ügyes, ha megnyered, azonnal küldjük a csomagot, jó? Akkor nem, jó, oké. Okay. Jani? 3-2-1. Már el is indultunk, itt vagy még? Hát persze, hogy ne lennék. Jó van, Gábor, ugye jól hallottam? Pontosan. Na, mi van az ajándékcsomagban, amit nagyon szeretnél? Hát én a feleségemnek szeretném. A feleségednek? Engem. Így van, a feleségemnek szeretném, szeretem ezeket a visszakérdezéseket. Szeret visszakérdezni? Szeretek, persze. Jól van, akkor. Szóval ott tartottunk, hogy az ajándékcsomagban van egy bizonyos bögre. Ő neki van egy bögre. Az nincs már, képzeld. De, benne van. De. Nincsen, sapka van helyette, ezt most komolyan mondom. De miért nincs? Nincsen, elfogyott, és most télen sapka van. Csalás, nem igaz. Hopszi. Neked már a sincs. Atya úristen. Hogy kicsapta biztosítékot a jó indulat. Neked már a sincs. Bibi. Gyalázatos. Tök jól játszottál. Nagyon jó voltál. Komolyan tökügyi vagy, tényleg. Meddig vittem? 36 másodpercig, tehát annyira azért mégse volt. Csodában pedig volt még egy-két téma, amiről szerettem volna veled beszélni. Hát milyen kár, hogy ez benned marad. Gábor, figyelj, tök jó, egyébként tényleg kiválóan játszottál, szerintem az ajándékcsomagban kicsit beleérted magad, egyébként azt viszont teljesen komolyan mondtam, hogy tényleg nincs már bögrénk, a tényleg való tekintetes sapkánk van. Baromi jól néz ki, ez sál is tud lenni, és ha behúzod a tetejét, akkor viszont sapka. Fekete és Klassz FM-es felirat van rajta, nagyon helyes. Így van. Nagyon helyes. Ha pedig lefelé fordítod, akkor szedhetsz bele például gesztenye gubicsot. Igen. Gesztenye gubicsot. Ja, nincsen egyébként, utána néztem. Mondjad, Gábor. Van saját gesztenye fánk, aztán onnan is tudnám tenni a gesztenye gubicsot. Gábor, megérdemelted volna, jól játszottál, komolyan mondom, minden irónia nélkül, ügyes voltál, toltad, kérdeztél, válaszoltál, jó játék volt. Próbáltam. Nem baj, legalább megpróbálom majd legközelebb is, hogyha összejön. Legyen így, én kívánom, mert jó játékos vagy, játszunk még valamikor, jó? Jó, oké, rajtam nem fog múlni. Oké, jó utat neked, jó munkát, Gábor. Köszöntöm, szia. Köszi. Ciao, ciao. Gyerekek, hívtatok, jöttem, játszottam. Hát most tegyek egy kávét, egy teát. Kész. Hozzatok még valamit. Hát láttam ezt a 2-2-es vergődést, amit itt rendeztetek a Ferivel, hát picit odaléptem. Picit beleléptem a játékba, jó? De hogy elvesztetted volna, srácok, ez a hét nem itt ment el. Persze, már megvolt a B-válaszom is, hogy mi. Hát engem okoltok azért, mert nem tudhatok 4 napon át nyerni. Hát ha most egy csak egyszer bukunk, ha én most bukok, akkor igazából nem kéne, hogy baj legyen. Ha ti is hozzátok a játékaitokat. Hidd el, a másik alternatíva is megvolt. Mit mondok vesztés esetén? 7 óra van, pontosan jönnek újra a hírek, aztán itt vagyunk mi is. 7 óra múlt, pontosan 13 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt kívánunk. Hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Hello. Hello Bello. Úristen. Halihó elektor kalandorok. Sziasztok amőbázók. Sziasztok ötödölők. Sziasztok torpedózók. Torpedózók. Sziasztok drága torpedózók. A torpedó volt a legnagyobb. A torpedó? A tévés játékok közül, hát tudod, volt ilyen. Zseni volt, ott a Dévényi Tűvácsival lehetett torpedózni, persze. És a VHS videód volt, föl tudtad venni a villantást. Igen. Visszajátszottad, az öreg megbagyfasztott. Hogy mi? Az öreg megizét kapott, hogy találod el az összeset, hogy kilőtted a hatos hajót azonnal, mert ugye a VHS-re visszajátszottad lassítva, a play gombot nyomtad hosszan, és jött a kép, és akkor kilassítottad a felvillantást, amikor ugye megmutattad. Szent segít! Itt mindenki zseni! Adjatok már be egy hülyét is! Igen, csak az nem nyert, aki nem tudta fölvenni VHS-re.
Tehát pontosabban ugye ott az volt a nehéz, hogy ugyanazon a tévén kellett visszajátszanod, ahol közben nézted, ezért gyorsan visszatekerted, közben valaki tartotta a vonalat, és utána diktálta, hogy hova, micsoda kell lőni. Konspiráció. Hihetetlen mit volt. Mit lehetett akkor vele nyerni? Ugye a Rózsi Gyuri volt a hangszórós. Nála nagyon sokáig hangszórókat lehetett nyerni. Amiket nem tudom, mire lehetett rákötni egyébként. Hangszóró, nagyon sokáig az ment. Na, és egy pár hangszórót. És megnyerte, és nem tudod semmire rákötni, mert nem volt otthon semmi olyan cucc, amire egyébként így... Nézzük meg, hogy mit lehetett nyerni. Na. Hallgassuk. Uh-huh. Hát elég sovány. Kifele sztereóba megy. Igen? Nagyon jó. Végre hazai pályán vagyok, ugyanis jövőre itt a kettes programon minden hónapban egy hétig fogunk játszani Torpedot. Tehát akinek nem sikerül hívni minket, most ne keseredjen el, jövőre lehet játszani eleget Torpedot. És elnézést kérünk mindjárt azoktól, akiknek mindig a 0-1-re fut be a telefonjuk, hiszen 300-400-szoros túljelentkezés van a hívásoknál. Tehát türelem, mindenkire sor kerül majd. Mondom a nyereményeket. Azt mondja, hogy Berging színes TV, értéke 25.900 forint, Aiva Music Center, fú, értéke 24.900 forint. Fia, az menő volt. Energomat mosógép, értéke 17.300. Az meg még mindig működik. A negyedik, az ötödik helyzet 25%-os keravillengedmény. Aztán 20%, 20%, 20% árengedmény a Keravillból. És az összeset egyébként a Keravill biztosította. Figyelj, a Music Centerért én... Ha nem is, most szilveszterkor jövőre. Kérem szépen, van valaki a vonalban? Igen. Háló, tessék bemutatkozni. Urány Zsuzsanna vagyok. Hány éves, kedves Zsuzsanna? 11. Hát akkor szia. Szeretettel köszöntelek. Az egyesről kapcsoltál át hozzánk? Igen. Jó van, akkor milyen ajándékot választasz? Televízió. Jó, akkor ez be... Várjál, tehát választani tudtál? Nagyon jó. Tehát kiválaszthattad, hogy melyik játék, vagy melyik ajándékot akard? Uh-huh. Melyik év volt ez otthon alatta? Ja, nem, hülye vagyok, most látom, tehát az ötös hajót vitted el, tehát hogy neked meg kellett előre jelölnöd, hogy megtalálod-e az ötös hajót. És a négyes hajó, az ötös hajó, mindegyik be volt árazva, hogy mit nyer. És akkor hát az ötös, tehát a színes tévét választottad, akkor tudtad, értele, hogy arra egy ötös hajót kell előre. Persze, hát mert ugye úgy volt, hogy mit tudom én, kettes, hármas, négy, vagy kettő, három, igen, négy igen, találattal igen, lehetett igen, elvinni, igen. És akkor nyilván amelyiket a legtöbb találattal lehetett csak elsőjézteni, azt kapta, vagy azután lehetett kapni a legdrágább ajándékot. De mikor ez a felvétel? Ott van alatt a dátum? Hát nem, mert dátum nincs. 20 éves? De fogalmam sincs. Mennyi lehet? 1988 végén készített felvétel. 88. Melyben a budapesti számok még 6 jegyűek. És melyben egy kislány közel jut ahhoz, hogy megnyeri a fődíjat. Ha most 35 éves. Egy Beijing márkájú színes tévét. Beijing. Beijing. Óriási. Óriási. Hogy szokták otthon szólítani téged? Zsuzsi. Zsuzsi. Na hát akkor Zsuzsikám, tessék, lőjél. Ja, először felvillantom, bocsáss itt, meg. Na és itt a villantás. Most, nem lőttél, tehát 1-2-3. Na most mondom neked, van a H1-en, az I1-en, a J1-en, van a G4-en, van az I6-on és a J6-on, van az I7-en, és a G9, H9 és az I9-en. Ma megállítottam a villantást. Ezt csinálták ugye sokan a villantás után, hogy ezt megállították. Óriás. Ezeket én bárhányszor meg tudom nézni. Te szívesen játszottál volna Dévény Tibi bácsival Torpedot? Tessék? Torpedot. Torpedot. Ja igen, mert úgy ment, hogy Torpedot. Igen. Ötödölő palik. Tiszteletem. Kivel szeretnék? Most. Kivel játszol? A Héderrel vagy a Palikkal? Én most fizetés nélküli szabadságra mentem volna. Ferenc 6-os. Géza 7-es. Ők már ugye ötödölőznek. Na jól van, ennyi. Hát ezt én órákig tudom nézni, úgyhogy... Itt ez ugye a torpedózás volt. Itt amikor van. A Héderrel meg a Palikkal torpedóztál. Van mindent vagy semmit, van kapcsoltam 1987-ból, van dominójáték, Palik Schumacher 11. hely, Palik Zollner a széfben. A hangszorot az Egri Jánosnál lehetett nyerni. Igen? Az a Egrinél volt? Érjek hallgatók, igen. Igen, Egri Jánosnál. Ő volt a, jó nem mondom, hogy az első, de a legnagyobbak közé tartozott egyértelműen. Igen. Minimál díszlet, maximális tudás. Igen. Mint műsorvezető szerintem nem volt egy túlságosan színes egyeniség, de nem is az volt a feladata. Főleg a mi Victoria tévénken, ami fekete-fehér. Hát elítettél egy sárga lapot, akkor színes volt. Igen.
Egér János volt a hangszóró, igen. Nekünk még megvan a Music Centerünk, amit nyertünk, írja egy hallgató. A Keravil már nem működik. Persze, hát azt tudjuk, nyilván azért tudjuk ezt ilyen szabadon megmondani. Mm. Én sajnos soha nem játszottam vele. Torpedot. Torpedot? Na! Képzeld el, hogy észrevettem valamit ott, ahol lakom. És akarok róla beszélni. Tessék? Nem köszönnek vissza. Hogy mindig kiszúrják a gumimat. Már le kéne belőle mondom a konzisztenciát. De, tényleg? De hát mindenképpen azt mire csináljátok meg. Abban nagyon súlyos baleset lehet. Hogy rendeznek ilyen garázsvásárokat, képzeld el. És akartam erről kicsit beszélni, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, erről már hallottam, meg most már egy csomó áruház csinálja, meg most mindenki kezd rákapni. Ugye ez nem más, mint egy modern 21. századi lomtalanítás. Amikor te a saját kerteden belül rendezel egy meghirdetett garázsvásárt. És kipakolod a te turkálásra váró cuccaidat azért, hogy másabba beletúrjon és elvigye. És egyre többször csinálják azt, hogy ott, ahol lakom, megírják, hogy garázsvására, mit tudom Balázsik. Én. Balázsvására, Balázsikra gyertek, vásároljuk. Mikor jön a garázs, már ott áll 30 ember. Jó napot kívánok, maguk mit keresek itt? Hát jöttünk a garázsvására. De én csak ki akartam takarítani a garázs. A bocskor, ami meghirdetett. A bocskorhoz már 6-szor hirdettem garázsvásárt. Állítólag mindig tömeg volt nála, csak sose volt otthon. De mindig kipakolták a kecóját. Szóval, hogy ez egy ilyen modern turkáló. Tök jó. És baromi jó a dolog, csak hogy ezt hogy kell elképzelni? Nem voltam még ilyen, nem csak hallom, hogy sokan csinálják. Te kipakolod azt, amire neked nincs szükséged. És azt te eladod pénzért, vagy azt te odaadod valakinek? Hát szerintem inkább itt eladásról van itt szó. Eladásról van szó, és akkor lehet egyrészt alkudni, másrészt meg te is mondod, behatárolhatod ugye az árakat, felcímkészíted őket. Tehát használ dolgokat, adsz el. De neked ahhoz számlaképesnek kell lenned? Szerintem egy bizonyos összeghatár felett. Igen? Uh-huh. Tehát ha én például eladok neked egy edényt, amit én nem használok, akkor ezt eladhatom úgy neked, hogy egyébként semmit te adsz nekem 600 forintot ért, és én nem adok neked semmit? Vagy ez egy kereskedelmi tevékenység? Szerintem ez ugyanúgy, ahogy az internetes piac tereken, ott ebben az esetben is megvan határozva. Hogy mekkora az összeg? Hogy mekkora az összeghatár. Tehát, uh-huh. hogyha érted, a havi, mit tudom én, 1,5 milliót kiárusítasz a garázsodból, akkor ezután már azért kellene fizetni. Akkor kell fizetni. Mert akkor ennyihez szóló és a fekete gazdaságot erősíteni. Én ezt régen láttam amerikai filmekben, ott ugye úgy csinálják, hogy kiülnek a saját házuk elé, megírják, hogy garázsvásár, be lehet menni és lehet vásárolni. De hogy ez egy szenzációs dolog szerintem. Egy csomó mindenki megismerkedik egy csomó mindenkivel. Mész, dumálsz, megismered, hogy ki lakik ott, beszélgetsz vele. Az egésznek kicsit ilyen kisvárosi vagy ilyen falusias hangulata van. Tök jó hangulata van. Te ott szerintem lubickolnám. Te mindent felvásárolnám. Te egy ilyen platós kocsival mennél szerintem. Ezzel már gondolkodtam, hogy nincs garázsunk. Tehát, hogyha lenne a garázsunk, akkor én azért elgondolkodnék rajta. Szerintem egy tök jó pofa dolog. De azon gondolkozom, hogy mi az, amiből tudsz venni használtat? És mi az, amiből soha nem vennél használtat? Ez. Inkább nálad úgy kérdezem, hogy mi az, amiből nem vennél használtat. Fehér neműből nem venné használtat. Nem. Tehát én kirakok 10 frissen mosott boxeralsót, azt nem vennéd meg tőlem? Jó, hát te csak egyszer használod őket, aztán kidobod. Ja, persze, igen. Minden nap tisztát veszek körül, és vasárnap már 7 tiszta van rajtam, igen. Mondjad? Szerintem a fehér nemű kivételével gyakorlatilag mindent vennék használtan. Bármi. Mindent megvenné használtat? Mindent vennék. Tehát valaki elad egy lábost, amiben ő főzött, vagy nem tud, mit csinált, vagy a kutyát etetett venni, mondjuk használt lábost? Uh-huh. Simán. Tényleg? Én edényszállítót is vittem már haza a szemétledobóból. Otthon megtakarítottam, és azóta is használjuk. Mit? Edényszállítót. Nem, ezt most megint nem, hazamegyek, én ezt nem akarom. Nem, most gyűl veled, mi van, jó vagy, Anna, gyere be. Nem, ezt nem. Dobtad fel a témát. Persze, én nem akarom hallgatni. Hogy bementél egy kukába, hogy kidobd a szemeted. Ott volt egy edényszállító, és azt mondtad, hoppá, az ott egy edényszállító. Ez még jó lesz nekem. Valaki kivitte, tiszta vízkő volt az egész, de láttam rajta, hogy ezt még meg lehet menteni. Fogtam, visszavittem, ecetes vízbe beáztatta, utána tök szépen. Miért nem vettél egyet 600 forintért egy újat? Hát de minek? Hát, és azóta egy valaki által használt, agyon használt csöpögtetőbe rakott be a tiszta edényeidet? Igen. Ma reggel is láttam, ott volt a mosogatónk mellett. Szerintem, hogy hány éve használjuk, most már nem tudom, 6 vagy 7. Mondd azt, hogy elmúlt egy percben csak hülyültél. De hülye vagy, Bari, ezt is benyaltad. Mondd ki ezt, és újra visszatér a jó kedvem. De nem akarok hazudni a hallgatók füle hallatára. Hazudok-e én eleget? És ha láttál volna ott, nem tudom, egy használt
lábost, akkor azt is elviszed? És este beleteszel tofut? Volt már ilyen. Ne. De az már régen volt. Nem, az hiszem el. Volt, ne csináld. Van ez a, biztos ismeritek, ez a magyar teflon készlet, aminek ilyen fekete füle van, kívül bordó, és ott belül teflon. És egyszer egy lomtalanításkor szóltam ki, hogy van egy, kidobott valaki egy olyan méretűt, ami nekünk hiányzott a készletből, és megnézegettem, egész jó állapot volt, nem volt róla nagyon összekarcoló benne a teflon, meg nem volt róla lepatogzódva. De nem tudod, hogy a kutyájának főzte, hogy abba beleívott, hogy hányásra használt, amikor másnapos volt, hogy nem ért ki a fajanszra, és maga alá csapta, ráült, és közben nem tudom, keresztrejtvényt fejtett, érted, jó, a kis alapos, szobában. Jó, elmostam. Ne légy! Vizet forraltam benne, csírátlanítottuk. Aztán nem lett. Egy csomó minden jó, tehát ha vesz az ember egy használt cipőt, én gyerekkoromban nagyon sok használt cipőt hordtam, mert a bátyám eleve, ugye ő kapta az újat, én voltam a kisebb, mindig használtat hordtam, én 20 éves kor még soha nem kaptam semmiből újat, tényleg. De azért egy használt, mások által levedlet, vízköves, edénycsöpögtetőt. De már nem vízköves, az egyszer gyönyörűen lehozza. Ügyes vagy. És mi van, ha kutyájának, a kajájának, a dzsuvás, nem tudom, én valami. Szeretem az állatokat, ezzel semmi gondol nincs. Hát akkor nem tudok többet kérdezni. Hello, Anna, de mit szólsz? Felmosóvödröt is már szedtem össze. Nem akarom tudni, de az még egyébként jó. Figyelj, a felmosóvödörnek a tetején van ugye ez a kifacsaró rész. Ha az ember nagyon nyűstöri, előbb-utóbb összetörik, az például azt szoktam. Igen, pont 200 forint a boldog. Figyelj, nekem most, én most akarok új fogkefét használni, kell a végén? Hát megnézem, hogy milyen állapotban. Elő, persze. Nem mindegyiket szeretem amúgy. Aha. De minden hatodik nap beöntést adtam magamnak, és kisikáltam a púzómat, úgy is kell? Hát akkor meg majd, mit tudom én, majd kerékpár alkotrészeket fogok vele takarítani. De ezt nem mondom el neked, hogy melyik kell, és két fogkefét adok. Tényleg? Használt fogkefe? Azt szerintem azt nem. Azt nem? De azt milyen nem. Most azt megtisztítod vízkőoldóval? Hát, nem, ez nagyon szét vannak már lapulva általában, tehát hogy... Én havonta új fogkefét, illetve nem is, igen. Én a Viki vesző havonta új fogkefét, igen, ő erre nagyon figyel, nagyon pedáns, nagyon, nagyon akkurátus. Tehát az én fogkefém olyan, mintha új lenne, mert ráadásul egy hónap alatt kétszer használom. Igazából az, ha valakinek a fogkefét viheted, az az enyém. Attól nem kell félni. Őt tisztulok. Hogy neked már nem fogkefét vegyenek, nem hidegvágot. Gőzborotvával moshatom a fogaimat egy héten egyszer a benzinkúton. Mindig adok egy 100-as benzinkút, és kicsit vicsorgok. És mit csak, hol a kocsi? Mossal löngöm. Mondja azt, hogy csíz, mert egyébként nem megy. Csíz. Csapasd, öreg, csapasd. Szóval mindenből használ. De maga a dolog szerintem így hasznos és jó. Ez nekem tetszik. Csak azt akartam, de ezt mondjuk jó lenne a felétlen, mert veled megbeszélni, miből használt, miből új, ez viszonylag rúgjukra futok. De miből nem vennél soha használtat? Gyerekcipőből. Gyerekcipő? Nem, abból nem vennék. Nem. Nem, mert nem tudom, hogy taposta ki, hogy milyen a lába. Abból nem vennék használtat. Az olyan betét benne. Abból nem tudom, vennék. Az olyan nekem betétcsere. Nem. Kiporszívózott, kimosott, betétcsere. De máshogy van kitaposva vagy. Nem. Mi például nagyon sok cipőt adunk oda másoknak. Tehát, igen. Hogy szerintem azzal úgy nincs baj. Nincs baj. Tehát egy olyan gyerekcipővel, ami mondjuk te vehetsz újat, de valakinek azt odaadod, azt szerintem szívesen hordják. Az nekem nem olyan. Mondom, én nekem például használt cipővel így nincs bajom. Nincs bajod, nagyon sokat hordtam, nagyon sokat kaptam, mondom, hát akinek tesója van, tudja, hogy milyen mindig a bratyó kap újat. De fehér nemű, amit szintén... Jobb, mondtad, mert fehér nemű nem, tehát nem, persze, nem, hát most használt fehér neműt nem, persze. Tínédzserként mindig a Tangóra jártam ki az Ecsérúti használt cipőpiacra használt surralót venni, azok is nagyon jók voltak. Ugye olyan honvédség lerakatokból, ugye selejtezték őket, aztán valaki feljavította, általában felszurkolták a sarkát, mert annyira el volt kopva, hogy színbe kellett hozni. Na, és akkor mindig oda mentem ki, aztán megvettem. Na most belegondolok. Belegondolok, hogy én ezeket például soha nem fertőtlenítettem. az nagy lehet. Pedig valaki, mit tudom, hogy másfél-két évig abban toltott az ipar. Igen, szerintem egyébként ez azért jó, mert találsz egy olyan kabátot, nem? Tehát ezekkel így nincs baj, hogy azt valaki hordta, ez nincs szerintem le. Egyáltalán nem zavaró. Tehát találsz nem. Egy jó bőrkabátot, vagy valaki kirak valamit. Én gondolkozom egy ilyen garázsvásáron, hogy én csinálok egyet. Nekem annyi ilyen cuccom van, amit nem hordok. Nyilván annyira sokat... Gyere le velem ide a Népliget. Aluljáróban van egy csomó kabát. Nem most nekem nem akarok vásárolni, de hogy figyelj, te nálunk a garázsban szerintem beköltöznél és 3 hétig ellennél, minden polcon 4 dolgot találnál. Komolyan mondom. Hát biztos vagyok benne, hát ott van 3 kicsomagolatlan bicikli is. Igen, tehát csak mondom, hogy a Feri lomszívója még ki sincs véve a dobozból például. De ezt nem akarom neki értéke elmondani. Lesz ennek? Majd én elmondom. Eredeti csomagolásban, ez 10-15-20 év múlva
iszonyat pénzért el fogod tudni retro. Adni. Ja, hogy jó oldtimer lesz a lombszívom, és igen. Akkor eladom jó pénzért. Nekem van telefonom így eltéve. De neked nem azért van eltéve, mert később el akarod adni, hanem mellét fogják temetni a fonnyűjtőkártyáidől együtt. Ezt a telefont használta. Az is van, telefonkártyám is van. Ez a... Lecelofánozott, igen. Atya világ. Jézus. El van téve. De mire? Egyszer majd feldobom az eBay-re. Nagyon gondolom, nagyon sokat fognak. Használt kölni például. Hát, tehát valaki fújta, félig. Baj van vele? Mert szerintem azzal sem használt kölni. Ugye, mikor itt volt nálunk a parfümőr, én azóta ezt úgy nagyon magamévá tettem, egy év a lejárt ideje általában, utána az illatanyagok távoznak. Tehát meg lehet venni, nyilván, mit tudom én, 1500-ért megkapsz olyan márkát, hogy kű meghaj, de nem ér semmit. Tehát már, mit tudom én, egy óra után, fél óra után polony. El párolog, azt nem vennék, azt aztán... Nem, de kabátot vettem már, meg vettem táskát. De ezekkel semmi baj. Tehát szerintem mi egy szép használt kabát, vagy tálca. Tálca. Azt tudom, ez a mosogató tálca, ez annyira megragadt bennem, hogy ez. És tudod, hogy kié volt egyébként? Hát szóba jött, ott mennyi várjál, azt mondja, hogy legalább 10 család. De nem derül ki azóta, hogy kié. Nem. Csak az, hogy velünk egy szinten laktak, nem gondolom, nem hozták föl a lentebb lakók. Figyelj, neked egy ilyen garázsvásár, Jani, az szerintem az másnak Kánal. Olyan, mint az Andrássy úton végigmenni, nem tudom, hogy ingyen vásárolhatna a Louis Vuittonban, meg mindenhol. Biztos, hogy mennék. Biztos. Nekek nincs ilyen a kerületben? Nem csinálnak ilyet? Hát most vagy feldobják ugye az internetes piacterekre, vagy pedig családsegítő központnak, vagy nagycsaládosok egyesületnek, vagy ilyeneknek adogatják el, de egyébként, ha lenne ilyen, akkor tökre mennék. Én ezt nagyon bevezetném. Tedd ki, mondj rá egy baráti árat, ne akarj rajta sokat keresni, legyen az, hogy te egyébként ezzel segítesz, és vannak olyan kezdeményezések egyébként Budapesten, hogy te ingyen elviheted, tehát nem kapsz érte pénzt, igen. Lerakod egy boltba. Mindened, amit van, könyveid vannak, bármi, amire neked nincs szükséged, és ők olcsón eladják a rászorultaknak. Így van, és nem ők teszik el a pénzt, mert az nagyon nagy biznisz lenne, hanem utána a befolyt összeget pedig jótékonysági célra fordítja. Tök szimpatikus. Nálunk a kerületben nagyon sok ilyen bolt van, rengeteg mindent vittem oda, és vettem is ott nagyon sok szép dolgot. Például porcelán, igazi porcelán, de elképesztő. Ugrotigris? Hollóházi porcelánt vettem 600 forintért, képzeljétek el. Valaki elvitte, nem kellett neki. A klasszik mintával. Nagyon-nagyon gyönyörű. Liba pásztorlány. Olyan dolgokat lehet venni. Igen. Nem, a csúnyáját mossa. Tejáskészlet, de komolyan. Meg Karcinak vettem egy porcelán kis kiöntött, tök cuki, egy léggömbbe utaznak, mint egy kis állat. Ezek jó dolgok. Nagyon jó dolgok. Léggömbbe, egy ilyen, ez a repülő, minek mondják, mint az Ózba. Az a, igen. És ha jó helyre megy, tehát hogyha ők ezt tényleg jó célra fordítják, akkor ez egy nagyon jó dolog. Hozd el, válogasd el, add le ingyen, eladjuk olcsón, és az olcsót pedig jótékonysági célra fordítjuk. Nagyon jó ötlet. Az a baj, hogy én biztos, hogy utána szaladnék és visszavenném. Annyira nehezen válok meg minden tártól, hogy megvenné tőlem, utána elkezdnék rajta agyalni, hogy úristen, mennyi éven keresztül is ott volt, és tényleg, és vigyáztam le, és most ő elviszi. Utána szaladnék és visszavenném. Visszavenném, és még ráfizetnék. Tehát valószínűleg az én garázs kiárosításom, vagy garázs boltomnak az lenne a vége, hogy irgalmatlan bedőlnék. Ezeket meg kell tanulni elengedni. A mínuszban vagyok 30 ezerre. Ezek a ragaszkodások, meg ezek a kötések, ezek mind teherként rakódnak rád, és megnehezítik az életet. Tehát ezektől meg kell tanulni, ezeket elengedni. Meg fogsz könnyebbülni. Csinálsz egy garázsvásárt, vagy leadod valahova, és utána könnyebb lesz. Tehát ez a megtartani, megfogni, nem odaadni, birtokolni, ezek mind-mind ilyen nagyon-nagyon kevésbé fontos ragaszkodások, amik egy idő után terhek lesznek számodra. Figyelj, ha az edény csöpögtetőnek már a színét is lesikáltam, megígérem neked, hogy visszaviszem ugyanoda, ahonnan elhozta. Nem, most már tartson ki életed végig, egy jó edény csöpögtető. Nincsen ezzel baj. Na jó, van. Szerintem ez egy jó kezdeményezés, ezt csinálhatnak nagyon sokan. Jó. Ez a garázsvásár nagyon jó. Én így csinálja, mondom, én legutóbb nála voltam, Feriéknél. Tehát ő csinált egy garázsvásárt. A csajokat összeterelte, a barátnőit, és szerintem zseniálisan megcsinálta. Nagyon jó volt. De ott, ahol laknak, a Feriék csinálta? Nem. De volt egy lakás, amit kibéreltek erre. Csajokkal összedobták, gyanítom, a pénzt. És a béka, a Feri békája? A Feri békája, igen, igen, a Feri békája. És 6-7, vagy nem tudom hány csajt összeterelt, gyerekruhától elkezdve a legklasszabb táskákig, kabát, minden volt. Tök jó. De pénzért adta? Persze, pénzért. Na, jó, pénzért. Így van. Persze, ügyes. Aztán hozták össze a cuccot, ő pedig lenyúlt. Nagyon jól csinálj. 7:30 pontosan, 4 perccel jönnek a hírek, aztán folytatjuk mi is. Ez itt a Morning Show.
3:48, múlt pontosan 3 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia, Bali! Feri ma nem csendes, hanem nincs. Pihen, elutazott. Forgat? Mit forgatok? Megírták. Nem tudom, a gyereket a levegőbe, vagy valami. Nem, nyilván valamilyen műsor csinál. De ezekről mindig titokzatosan hallgat. Ezért mindig felszoktam menni napközben a Facebook oldalára, és megnézem, hogy... Igen, Feri, egyszer ennek az országnak lesz titokminisztere, akkor ő lesz. Ő lesz az, legyen ő. Igen, mindent akar tudni, rettenetesen kíváncsi, imád plegykákodni, viszont magáról szinte soha semmit. Győrszemeren mérik a Győr felől érkezőket, Zotya írta nekünk, valamint KPM a Bécsi úton a temető mellett Unimut küldte. Pomázról Szentendre felé hatalmas a köd, mindenki láthatatlan, üzeni Lili. Trafi Győrszemerén a 83-as úton kék golfból a Győr felől érkezőket mérik, üzeni Geri. Soroksári út, Pesti Alsórakpart, Árpád hídig 15 perc. Ricsi, ez jót jelent? Soroksári út, Pesti Alsórakpart, Árpád, ez jó, a 15 perc az jó. A 4-esen Kisvárdánál Nyíregy felé a parkolóban NAV katasztrófa védelem, Skoda 445 üzente ezt. És most álltak be trafizni Székesfehérvár felé az M7-esen a 23-as kilométernél. És tök jó egyébként az előző témánkhoz kapcsolódva, rengeteg a hallgató megírta, hogy van nálunk Lőrincen garázsvásár rendszeresen. Ott a helyed? Így van. Az 50-es végállomásánál. Tök jó. Csak ne felejtsd, hogy ezért fizetni kell. Tehát, hogy az már neked azért egyszerűen, ugye nem arról van szó, hogy ingyen elhozod, hanem itt arról van szó, hogy alul értékelt, vagy leértékelt dolgokat tudsz megvásárolni, használ dolgokat. Hogy ezért ez nem oda mész és elhozod, ami neked tetszik, hanem csengedsz. Hm. És azért innentől kezdve ez neked már kihívás. Igen, de ahogy én akudozom, szerintem el, hogy meglátnak, azt fogják mondani, hogy már eladva, az is, sajnos nem eladom. Bezárunk. Azt megtartom, most zárunk. Bezárunk. Ez mindig olyan szívet merengető egyébként tényleg, amikor valaki a számára nem fontos dolgokat odaadja, átadja, hogy most kevés pénzt kér érte, vagy leértékelve adja, vagy ingyen adja, vagy elviszi valahova, ezek mind-mind. Ezek nagyon jó kezdeményezések. Én soha szerintem nem felejtem el, amikor megvettük a kislányomnak az első bicikliét, természetesen használtan, és egy merő rozsda volt. Megtakarítottuk együtt, már eleve ez is hatalmas buli volt, tehát ezt is imádta, hogy ő teszi rendbe, és akkor együtt szépen felpolíroztuk rajta a kromozott alkatrészeket, gyönyörűen helyrehoztuk az egészet, és hihetetlenül örült neki. Tehát, hogy valahogy még egyébként így jobban is kötődött, még kötődik hozzá, azáltal, hogy ő dolgozhatott rajta, ő hozta rendbe, ő csinálta meg, ő javította meg, úgymond, és imádta. Persze tök jó, hogy ha valaki vesz egy új biciklit a gyereknek. Egyébként a gyerek biciklivel mindig úgy voltam, hogy nem is nagyon érdemes megvenni újonnan, mert a gyerek nagyon gyorsan nő, nagyon gyorsan kinövi, és aztán... Ez nem te gyerekruha. Hát azt is nem fölösleges sokszor újat venni. Egy gyerekbicik generációkat tud kiszolgálni. Hát nálatok meg aztán pláne. Viccelsz, még most is azzal járok. Azt mondom, hogy te még egy felnőtt bringát se vettél magadnak. A virág nem figyel, akkor te azzal jössz ide is dolgozni. Úgyhogy ez nincs ezzel. Ha gyerek kinövi a mostani bicikliét, akkor majd lejjebb eresztjük az ülést, és akkor én is tudom használni. Na, kiadtak egy rövidített rajzos kötetet, amelyben a nagy műveket az ember 35 másodperc alatt elolvashatja. Élet 5 másodpercben, ez a cím egyébként, több mint 200 történet azoknak, akiknek nincs idejük. Ez október végén jelent meg ez a gyűjtemény, és az élet legfontosabb eseményét szedték össze egészen fura módon, és ebben helyet kaptak a nagy klasszikusok is, amik senki életéből nem maradhatnak ki. Tehát a Kafkától az Átváltozás, vagy a Shakespeare-től a Romeo és Júlia, rengeteg művet foglaltak össze egy kicsi rajzban, 5 másodpercben, 200 történetet. A hosszabbakat egyébként fél percben, vagy pár másodpercben. De ez nagyon jó. Ez nagyon jó, hogy tehetünk erre egy kísérletet, hogy a hallgatói megírják nekünk egy darab mondatban azt, ami számukra egy kedves mű, egy kedves vers, egy alkotás, bármi. Vagy akár egy nagy klasszikus. Vagy egy nagy klasszikus, és megpróbáljuk kitalálni, hogy lehet ez. Egyébként elég hülye rajzok, tehát hogy soha nem jössz rá, hogy William Shakespeare Rómeó és Júliáját nézed, nem tudsz rájönni. Tehát nyilak vannak, kicsi emberek, és két temető a végén. Meg egy oltár. Tehát nagyon kell asszociálnod, hogy eszedbe jusson, de vannak benne szellemesek. Tehát a Frankenstein az kifejezetten... Mi van? Hogy? Mi a szó, amit szeretél volna kimondani? Azt mondtam, hogy kifejezetten. Mi a kifejezetten? Értem. Más mondtam? Egy picit úgy éreztem, hogy valami. Van benned valami kis rejtett feszültség, amit ki akartál adni magad, valami nagyon kikívánkozott belőled. De szerintem semmi gond nincsen ezzel. Felismertetlen volt. Szinte. Na jó, nem.
Szóval azt akartam, hogy kifejezetten szellemes, és ha egybe hallottad, akkor az azért volt, mert azt egybe mondom, hogy kifejezetten szellemes. A témákból kifolyólag te is egy kicsit zavazásítottad a mondani valódat egyetlen szóba. Kifszel, Franks. Ne, jó, Franks, kifszel. Figyelj, egy lány meg egy fiú fura ruhában, egy üvegcse, rajta halálfejjel, meg egy tör, amiről mondjuk egy vércsepp hullik le éppen. Na, ennyi a Romeus Júlia. Ebből például rögtön kitaláltam volna. Hát ezért nem te csináltad ezt a könyvet. De... Na. Nem, itt van négy ember az egyik oldalon, négy ember a másik oldalon, közösen kettő. Ugye ott van a két nagy család viszályából. Megy egy nyíl, az oltár mögött áll egy ember, illetve egy ember az oltár mellett, valaki jön be az ajtón, majd mutatnak egy temetőt, két kicsi keresztel, egy kardot, meg egy üvegcsét, egy halálfej és méreggel. Na, a Jakob pont. Tehát ez a Rómeó és Júlia. Jó? Úgyhogy mindenki írja le, akkor most ugye, mivel rajzokat nem tudtak küldeni, egy mondatban. Egy mondat van, amit kedveltetek, amit szerettetek, de ez lehet akár a kőszívű ember fia is, meg bármi olyan mű, amit mi megpróbálunk kitalálni, hogy ez működhetne mondjuk nem rajzzal, hanem verbális formában. Ezek a rajzok szellemesek egyébként. Jó? Szerintem simán működhetne. Ha na, tessék, mondd el nekem a kőszívű emberek fiait egy mondatban. A kőszívű emberek fiait? A kőszívű ember inkább. Az már a második rész. Azt a kőszívű emberek fiait. Köszívű ember fiait. Na figyelj, egy mondatban a hú az nem lesz egyébként egyszerű. Azt mondja, hogy... Képeket próbálj ábrázolni. Tehát nem kell, hogy összefüggő mondat legyen, hanem képeket próbálj ábrázolni. Azt mondja, hogy az árván maradt fiú testvére. Nem! Három fiú, névcsere, szomorú halál. És akkor az megvan, hogy ez a kőszívű. Tehát nem kell, hogy az árván maradt három fiú, idősebb, baradlai, legkisebb, kicserélt név alapján tűzpárbaj. Nem, csak képeket mondj. De azt legyen benne, hogy harcolnak a szabadságért. Az vagy a... valami. Tehát, hogy az legyen benne. A névcsere, igen, a névcsere. Névcsere és halál. Az egyik fiú feláldozza a másikért magát névcserével. Na, ebből már kitaláltam volna. Valaki leírta a Terminátort, ratatata, bum, dzs, asztala, vista, baby. Egyébként igen. Ratatata, bum, dzs, asztala, vista, baby. Teljesen egyértelmű, igen. Na jó, ezeket várjuk akkor, jó, a hírek után megpróbálunk egy párat kitalálni, most pedig valakivel már is játszunk. Óven bácsi és Beru néni, avagy a Tatooine hangjai. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. Mert ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak reggelenként a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggel, sziasztok! Hello, Roland! Szia! Roland, honnan hívsz minket? Celldömölkről. Celldömölk? Uh-huh. Mit csinálsz? Most éppen semmit, egy tortát csináltam egy cukrászdában. Te király! Milyen ízűt? Csokoládér. És pókember formájú. Wow, egy szülinapra megrendelés? Azt hiszem, igen. Talán nem temetésre lesz. Te nagymókamester, te! Hát a kutyafáját! Hát. Igen, most csináltam egy marcipános koporsot. Kitaláljátok, ki rendelte? Nem figyelünk oda, csak hogy szórod a poénokat. Egy halotti torta. Oké. Mutatjuk, mit énekel Óven bácsi Beru néni, figyelj! Igen. Ilyet, hogy mit csinálnak először azt? Ez a megmondhatatlan dolog, mert ugye ez nem tenisz. De! Ez soha nem pattan, ez nem így pattan. De ez akkor inkább squash. Ez inkább, hát annak az reálisabb, a tenisz nem így pattan. Squash? Lehet az is. Vagy de... quad. Quad? Ez erősen ütik a falra, ez squash? Ez nem tenisz. De lehet, hogy teniszezők squasholnak, nem? Az lehet. Mutatjuk, mit énekelnek, figyelj! Ez a Skyfall. Az, te jó vagy! De jó vagy! Ezt a keresztes is tök jól énekelt az X-Faktorban. Jó volt. Igen. Ügyes volt. Nagyon jó hangja van az Ilikona. Akárcsak Adélna. Bár olyan nehéz elképzelni, hogy miért szomorkodik ő állandóan, hiszen abszolút a toppon van. Hát, így néznél ki, te is szomorú lennél, nem? De hát én... Imádom az Adélt egyébként. Én is. Roland! Igen. Van egy ajándékcsomagod. Nagyon jó. Király vagy. Örülsz? Tökéletesen. De nagyon-nagyon örülsz? Fogjuk rá. Ez annyira jó. Csak mi vagyunk képesek, magyarok egyéb. Örülsz? Hát, van, nincs.
És jó, most már nem kell, inkább leteszem. Akkor most tenyérrel csapjára a pókemberes tortára. Pillanat? Viszonyít, persze. Harold. Roland, köszi a játékot. Köszönöm szépen. Ciao. Szia. Gyerek, milyen szomorú lesz majd, hogy egy tenyér lenyomat van a pókemberes tortámon. Na, várjuk akkor az egymondatos műveket, jó? Pókemberes és hálkos torta akkor. Egyben, igen. Várjuk az egymondatos műveket. Nem rajzolni kell, hanem leírni egy mondatban valami olyan klasszikus művet, amit megpróbálom kitalálni. Nem kell odaírni a megfejtést, jó? Értelemszerűen. Megnyeri az élete meccsét az egyszerű boxoló, és azt kiabálja. Adrian! Rambo. Dehogy is, Predator. Kettő perc múlva 8 óra, jövünk a hírek után. 4:09 lesz pontosan, 3 perc múlva, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Sziasztok, jó reggelt! Feri nincs. Uh-huh. És talán nem tudjátok még, de Feri nincs. Feri nincs, így van. Viszont vannak friss, meleg közlekedési hírek. Harmadik kerület Mátyás Király út Árpád híd 40-45 perc. De jó Isten. M3-as 180-as kilométernél mérik a Pest felől érkezőket, Borázsló küldte, valamint az M31-esen őz van a pályán az M0-ás felé. Pesti alsó rakpart Árpád híd felől a jobb oldali sáv lezárva. Az azt jelenti, hogy a pesti rakparton egyirányú a forgalom? Tehát ha Pesten megyek az Árpád híd felől, és a jobb oldali sávval lezárva, akkor csak szembe jöhetnek az Erzsébet híd felől az Árpád híd felé. Tehát egy sávon lehet járni a pesti alsórakparton? Ezek szerint igen. Köszönöm szépen. Baleset az M5-ösön, az Inácsi pihenő előtt a határ felé, romok az úton, ezt Füles küldte nekünk. És ez 8 óra 2 perckor jött, igen, az rakpartos SMS-hez kapcsolódva, hogy most zárták le a pesti alsórakpartot. Az okát nem nagyon tudjuk. Szép napot. Győr szemeré mérik a Győr felől érkezőket, üzeni Zotya. KPM a Bécsi úton a temető mellett. Unimuk küldte nekünk. És Pomázoron Szentendre felé hatalmas köd. Mindenki láthatatlan. Ezt pedig Lili küldte. Van frissítésünk? Kata írja Nyíregyről, hogy gyerekek, egy nő most szedi a hajcsavarait kivezetés közben. Hát most ezt kiszedi. Hát benne felejtette a fejébe. Elindult, rohant, és útközben jött rá, hogy neki még hajcsavarok vannak a fejében. Belenézett a visszapillantóba, és megijedt. Na, nézzünk akkor egy-két mondatot, hogy miket küldtek a hallgatóim, mert ugye arról beszéltünk itt a hírek előtt, hogy hát élet 5 másodpercben több mint 200 történet azoknak, akiknek nincs idejük. Ezzel a címmel jelen meg ugye október végén az a gyűjtemény, amiben az élet legfontosabb eseményét szedték össze, egyedi, még a folyton rohanóknak is élvezhető formában, és helyet kaptak klasszikus művek, amik senki életéből nem maradhatnak ki. Ezt egyébként egy dizájncég készítette, és a könyvben 7 klasszikus is helyet kapott, Shakespeare, Rómeó és Júlia, Kafka átváltozás, Frankenstein, hasonló. És ugye arra kértük a hallgatóinkat, hogy írjanak nekünk olyan műveket, amik egyetlen egy mondat, megpróbálj kitalálni, hogy vajon ez mi lehet. Vagy vajon ez melyik film lehet, könyv lehet, irodalmi mű lehet. Nézzük meg, jó? Na, azt mondja, hogy bármelyik Ákos dal, UFO, idegen, földön túli élet, galaxis. Jó, de itt elmondta Viktor, hogy miről van szó. Furaszínű macska emberek annyit kóláznak, hogy a hajukkal hallgatják a fákat. Ja, megvan. Na. Avatar. Tényleg? De jó vagy. Igen. Hirtelen nem értettem is, hogy miről van szó, de most már igen. Pekjes férfi megöli az apját, elveszi az anyját, majd beleőrül. Jó, hát ugye ez az Oedipus, oké, ez megvan. Azt mondja, hogy vum, 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 piu, 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 teremtsünk békét a galaxisban. Üdv, Máté. Ez legalább 6 film lehet. Igen. Egy piros kabátos kislány beszívott az erdőbe, majd azt képzelte, hogy a nagymamája egy farkas. Teljesen egyértelmű, a hampújpőket. Hát mindenki tudja, hogy csipkeros Károl az. Albino lány, mély növésű bányászok, boszorkány mérgezett almával. Teljesen egyértelmű, hol anyu? Kisköcsök csúnyán felborítja a félhülye vasutast és a tökhülye anyósa életét, miközben a nyomorék a megdöglött gebét és a részeken elhagyott bicskáját síratja. Hát ez ugye az indul a bakterház. Szaltó közben vágja fel... Ne, ja, az hát jó volt, igen. Szaltó közben vágja fel a tigris hasát. Óriási. Ez ugye a Szándokán. Nem, kiszabadult egy állat az állatkertben, és hangazoli oda rohant, és intézte az ügyet. Igen. 20 gépfegyveres körbetáncol, egyesével elintézem őket egy pörgőrugással. Ki vagyok? Jean-Claude Van Damme. Bármelyik filmje. Várat támadó, félmeztelen török gyűrűre cserélni más gyerekét,
amíg el nem tapossa a tűzkerék. Zseniális. Teljesen egyértelmű. Így van. Kőszívű ember, fiék, teljesen egyértelmű. Párizmos ember. Egy áruló. Egy apedete. Egy szőrös. Sok ember megöli a párizmos embert. Ja, mert az elején még azt hittem, hogy morning show, mert Feri ma nincs. Párizmos ember hiányzik, egy hiányzik. Párizmos ember itt, egy hiányzik. És van egy áruló. Na, mi ez? Egy párizmos ember, egy áruló, egy szőrös. Sok ember megöli a párizmos embert. 300. Tényleg? Ja, csak ez nem szőrös, hanem szoros. Csak ugye én... Mondjuk a szőrös, ezt nem értettem. Te már hülye vagy. Egy szőrös. Ja, jó, egy szoros. Hát most... Te, de egyébként látod, hogy az én fejemben se állt össze. Mondom, biztos volt benne. Biztos volt benne szőrös ember, és mondom, nekem ez tökre a 300. De tényleg, most ki volt? Xerxész, vagy Leonidas, vagy ki volt a szőrös? Hát Xerxész is teljesen kopasz volt. Mindenki szőrtelenítve volt benne. Nagyon sok SMS-t kapok úgy, hogy ugye nem jön ékezet. És baromi nehéz, ugye ezeket ilyenkor nekem ugye fel kell varázsolnom a mondatokra, ezért akad el sokszor az olvasás, és itt ugye a szorost, én már automatikusan szőrösnek olvasom, de egy párizmos ember, egy áruló, egy szoros, sok ember megöli a párizmos embert. Szóval, egy párizmos ember, egy áruló, egy szoros, ez még valami meleg dráma is lehet. Igen, igen, fiúk a garázsban. Az egyik fiúk a garázsban három. Tedd oda, hova nem való. Aztán sok ember, nyilván, vagy hívják, nyilván valamilyen szélsőjobbos társaság megöli a párizmos embert, nyilván valami. Oké, okay. Egy szemüveges kiscsávó 8 lábú állatkává változik, és legyőzi a gonoszt. Ez a pókember. Ja, tényleg. Pókember. Így van. Buta külföldi megszállottan keresi a gyűrűjét. Na mondjuk buta külföldi, hát, nagyon jó. Ilyen szinten kiherélve még egyszer nem. Most érted? Ez nagyon jó, nem? Ő megírt 3 kötetet ebből, nem? Azt mondja, hogy Zuzu Petász gitár, egy balkezes zseninek piros kábrió. Kötetet. Gárdonyi, az egri csillagokból. Mert hogy ez az. Ja, ha másik kettőt ad, már majd kölcsön, mert én az elsőt ezt a rongyás olvastam. Másra gondoltam. Én azt hittem, hogy a gyűrűk ura, mert ott is egy buta külföldi. Egy buta külföldi megszállottan keresi de a gyűrűjét. Nem keresi, ha nem viszi Há, és a külföldi ugye, mert hogy ő középföldéről jött, tehát, vagy mit, honnan jöttek ezek a kis hobbitok? Középföldéről jöttek, ugye hát szinte az már más ország, mennek, keresik, buta vonulnak. Külföldi. Buta külföldi keresi a gyűrűjét. De ki szerint buta külföldi, az orkok szerint? Nem, az entek szerint. Az entek szerint az a két kis manó buta külföldi volt. Ja jó, hát egri csillagok. Nem olvastad a második, harmadik részt? Hihetetlen alul művelt vagy. De hogy abban, tényleg, mi történik benne? Hihetetlen, hogy mennyire nem vagy iskolázott egyébként. Tehát ez megdöbbentő. De azokban mit ostromolna a kőszege? Azt mondja, hogy vár, török, támad, magyar, véd, fiú, ugrik, zuhan, de a zászló megvan. Írja Roland. De a zászló megvan. Te egy festménynek a sztoriát írtad le. Hát... Mit ez Dugovics Titus, de hogy róla írtak valamit? Írtak róla egy könyvet? Nem. Van egy eszét? Ez a hajó elpusztíthatatlan, recs, blúgy, blúgy. A Bismarck utolsó úgy. Kamion megfordított baseball sapka. Oh, ez a túl a csúcson. Így van. Over the top. Igen, hát top. Nektek a Göringsen top, nekünk ott Oxfordban. Igen, topot nektek a garázsban, Lőrincen, tápot nektek. Így van. Ti, akik az irodalmi angolt beszélitek, ott messze tőlünk. Igen. Távol. Azt mondja, hogy az olasz csődör sok lányt lekasztingol a magyar fővárosban. Hát ez Pierre Hudman munkássága egyébként, igaz, hogy ő nem olasz, ja. De a casting epizódokból van néhány. Én azt hittem, hogy már megjelent, hogy hívják, mint a Gianninak az életrajza. Golyós, gittes, kacok, grundon vívott csatájának a nyüzüge véget, vetett véget. Pál utcai fiú, igen. Nagyon szerelmes vagyok, de rohadtul fázom, és még a hajom is elsüllyedt. Nagyon jó. Nagyon jó, Titanic egy mondatban, igen. Azt mondja, hogy igen, nagyjából ennyi, ezek jöttek. Ellopott lutri szelvény, megevett cipőpaszta. Az is jó, de jó. Hihetetlen. Kincskereső kiskörnek. Szóval gyűrűt mennyire benéztem? Gyűrű, az idegenek nyomorultuk keresik egy gyűrűjét, igen. Buta külföldi. Buta külföldi.
Igen, hajó jéghegy, azt hitt, hogy elfér, nem fért el. Na jó, oké. Ez is jó. Rövid lamúr, mert elsüllyedt a hajó. A Titanic nagyon népszerű. Hát figyelj, lassan, amennyire egyébként a tinédzserek nem olvasnak, meg nem hajlandó a könyvet a kezükbe venni, mert mindenki okostelefonozik, meg Facebookozik, és látsz egy tízes ilyen 16-os csapatot, mint tudom, egy szállodában, vagy bárhol, az azt látod, hogy 16 gyerek néma csöndben ül, és mindenki nyomkodja az okostelefonját. Egyébként dermesztő. De tényleg. Nekik nagyjából már ez lesz, nem? Hát igen, de vannak ezek az e-könyvek. Hát, rengeteget látok fönt. Most például tegnap is láttam két olyan srácot, aki ilyen e-könyveket olvasott. Belolvastam, de elfordították. Ratirigyek, kultúrairigyek. Egy szemüveges kizó gyerek nagyon begombázik, és azt képzeli, hogy varázsló. Ez ugye Harry Potter. Ja, nem Danny Blue. Igen. Na, oké, köszönjük szépen az SMS-eket, ezt lezártuk, és egy éles váltással egy egészen komoly dologgal szeretnénk foglalkozni. Egy olyan dologgal, ami most sokakat érint, de azt gondoljuk, hogy talán mivel rengeteg a ránk ömlő információ, így nem biztos, hogy mindenki ki tudja hámozni azt, hogy ez most vonatkozik rá, vagy nem vonatkozik rá, igénybe veheti, nem veheti igénybe, ha igénybe veheti, milyen feltétellel, mikor, mennyivel lesz olcsóbb neki, mennyivel lesz jobb az élete, és egyáltalán tényleg használhatja ezt, hogy igénybe veheti, vagy sem. Hüvelygomba? Nem. Ugye erre az árfolyam gátról, az árfolyam rögzítésről itt most nagyon sok szó esik, és azt vettem észre, hogy baromi nagy a tanácstalanság mindenhol. Tehát bárhol ez szóba jön, vagy beszélsz róla, igazából ugye senki nem tudja, hogy ez most micsoda pontosan, ki veheti igénybe, mikor, kire vonatkozik, vonatkozik-e rá, beléphet, nem léphet be, mi történik pontosan. Úgyhogy megpróbálunk néhány fontos dolgot rendbe tenni, és érdemi információkkal szolgálni azoknak, akik azt gondolják, hogy mondjuk rájuk ez akár vonatkozhat is, meg nekik ez segítség lenne, de nem tudnak még bizonyos részleteket, nem tudnak bizonyos feltételeket, vagy nem tudják azt, hogy ők ezt igénybe vehetik-e, avagy sem, ha igen, akkor mikortól, hogyan és miképpen. Ugye, hát ez most egy fontos dolog, és rengeteg embert érint. Sok százezer embert érinthet akár. Úgyhogy megpróbálunk egy kicsit segíteni. Sándorfi Balázs, a bankmonitor.hu ügyvezetője itt van velünk. Hello Balázs, jó reggelt kívánunk! Hello, sziasztok! Jó reggel! Hello Balázs! Na, figyelj, ilyen nagyon egyértelműen, nagyon tisztán, jól látható üzenet formájában kellene elmondani, hogy ez mi, kire vonatkozik, kiket érint, és hogy lehet igénybe venni. Jó, hogy itt a fejekben meg a nagy káoszon megpróbáljunk egy kicsit rendet tenni, és próbálunk segíteni. Jó, abszolút értem, és a félelem jogos, hogy nehéz lesz egyszerűen elmondani, de azért törekszem rá. Alapvetően arról van szó, hogy szemben a korábbi gyakorlattal most már mindenki igénybe veheti az árfolyamgátat. Mit jelent ez pontosan, hogy árfolyamgát? Az árfolyamgát azt jelenti, hogy ugye 240 forint jelenleg a svájci frank, az ingatlan hiteleknek a 95%-át svájci frank alapon folyósították. 240 forinttal jellemzően most olyan számításaink szerint 60%-kal is akár feljebb lehet a törlesztő részlet, mint amikor felvette azt a svájci frank alapú hitelt az átlagos adós mondjuk 2007-ben vagy 2008 elején. Tehát, és az árfolyamgát magyarul azt jelenti, hogy nem 240 forinton törlesztem, hanem 180 forinton törlesztem azt a hitelt, és ez egy jelentős törlesztés mérséklődést okozhat, tehát ki tudja fizetni az a család, hogyha jogosultá válik arra, hogy belépjen ebbe a struktúrába. Jó, ez kikre vonatkozhat, vagy kik vehetik ezt igénybe? Korábban csak azok vehették igénybe, akiknek nem volt 90 napon túli tartozásuk. Ma már azok is igénybe vehetik a törvénymódosítást követően, akiknek van 90 napon túli tartozásuk hitelhez kapcsolódóan, illetve a felvett hitel összeg az meghaladja a 20 millió forintot. Tehát gyakorlatilag ma már mindenki igénybe veheti, és amit én nagyon szeretnék kiemelni az, hogy elsősorban a legrászorultabb réteg nem tudta kihasználni az árfolyamgát konstrukciót, hiszen aki nagyon rá volt szorulva, az már nem tudta a 60%-kal megnövekedett törlesztőt fizetni, és egészen biztosan 90 napon túli késedelemben volt. Tehát most egy olyan rétegekhez is eljut ez a lehetőség, akik korábban effektív ki voltak zárva. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki svájci frankban vett fel hitelt, és most már ugye nem is csak az, hogy aki 90 napon túl van, hanem bárki igénybe veheti, függetlenül attól, hogy milyen anyagi körülmények között van, hogy mennyit keres, hogy mennyi a törlesztő részlete? Így van. A törvénymódosításnak ez az elsődleges cél, hogy mindenki igénybe vehesse. Na most ez mit jelent? Tehát lemegy a törlesztő részlet, olcsóbb lesz. Ez azt jelenti, hogy a futamidő hosszabbodik meg,
Vagy nem, ezt nem a faj... ez azt jelenti, bocsánat, értem a kérdést, nem azt jelenti, hogy alapvetően a törlesztő részlet emegy, hiszen 240 forint helyett 180 forintos deviza árfolyammal törleszthetek. Itt értelemszerűen adódik egy árfolyam különbözet, ami egy gyűjtőszámlára kerül, és ezt a gyűjtőszámlát, ezen a gyűjtőszámlán halmozódik a különbség. Egyébként a különbözetnek a felét az állam és a bank megosztva vállalja, ez a kamatokra eső árfolyam különbözet, és a tőkére eső árfolyam különbözetet kell visszafizetni. Ez most így pénzügy matematikailag bonyolult lenne, szerintem az elég szemléltetni, hogy az árfolyam különbözet nagyságrendileg felét az állam és a bank átvállalja magára, és csak a másik felét kell nagyságrendileg visszafizetni az adós oldalán, ami számításaink szerint még így is kedvezőbb lesz. Tehát, hogyha belép valaki az árfolyamgátba, 5 éven keresztül tart az árfolyamgát, ami okozhat egy mintaszámításunkban 40%-os csökkenést a jelenlegi törlesztő részletéhez képest, és ha letelik az 5 év, még akkor is sokkal alacsonyabb lesz, amikor az árfolyamgátban felhalmozott összeget elkezdi visszafizetni, a plusz kiegészítő törlesztéssel együtt is lényegesen alacsonyabb lesz a törlesztése, mint a mai napon árfolyamgát nélkül. Uh-huh. Ez csak a svájci frank hitelesek vehetik igénybe? Nem, az euróban és a japán jenben eladósodottak is igénybe vehetik. Uh-huh. Uh-huh. Hol kell ezt igényelni? Hol kell jelezni, hogy igénybe szeretnék venni az árfolyamgátot? Ez a legegyszerűbb módon a saját bankjánál kell mindenkinek ezt jelezni. És mikortól él az árfolyamok? Tehát, hogyha én ma bemegyek a bankomhoz, és azt mondom, hogy szeretnék ezzel élni, akkor mikortól? Hát ugye kedden fogadta el a parlament, és a törvény az a köztársasági elnök aláírására vár. Tehát is ennek függvényében. Ez csak lakáshitel lehet, vagy ez bármilyen más hitel is lehet? Minden olyan hitel érintett, ami mögött ingatlan fedezet van. Tehát lehet az lakás célú, vagy szabad felhasználású, tehát a szabad felhasználásnál is ott van bent a saját ingatlanom, lakásom fedezetként, de lehet, hogy én abból autót vettem. Hogyha az ingatlan van megterhelve, akkor az árfolyamgátba be tud lépni. Tehát ha van egy autóhitele például valakinek, de az ingatlanával terhelték meg. Azt nem hívják autóhitelnek, akkor ez egy szabad felhasználású. Szabad felhasználású, így van mondjuk, de a lakás van megterhelve. De a lakás van megterhelve, akkor igen, élhet ezzel a lehetőséggel. Uh-huh. Ez hány családot érint körülbelül számítások alapján? Körülbelül hány embert érinthet? Hát gyakorlatilag eddig körülbelül a potenciális érintetteknek az 50%-a lépett be az árfolyamgátba, és közelítő számítások szerint olyan 180-200 ezer hitelszerződés lehet, ami érintett. Az, hogy ez hány család, ugye egy családnak lehet több szerződése is. Ezt most erre vonatkozóan nem tudok statisztikát, de azt gondolom, hogy mondjuk azt, hogy olyan 160 ezer környékén biztos. Uh-huh. Most egy nagyon laikus, és lehet, hogy buta kérdés fogok feltenni. Mi van akkor, hogyha adott esetben már valakivel szemben nem volt toleráns a bankja, és elindított egy folyamatot, hogy elárverezik például a házát a tartozások miatt, vagy a törlesztések elmaradása miatt, és mondjuk a jövő héten ő azt mondaná, hogy itt van ez az árfolyamgát, ő ezzel szeretné élni visszamenőleg, vagy így utólag. Arra van lehetőség, toleráns ennyire a bank? Én szerintem nem a bank toleranciáján múlik a történet, hanem hogy mi van a törvényben, és a törvényben az van előírva, hogy minden olyan hitelre érvényes lehet az árfolyamgát, amit nem mondott fel a bank. Tehát ahol már megkezdődött a végrehajtás, azokra nem tud érvényes lenni. Egyébként hozzáteszem, hogy kilakoltatási tilalom van. Az igen, arról olvastunk, persze, az jövő április 30-ig, ha jól tudom. Végrehajtást nem tudják effektív lefolytatni a következő fél évben. Az, hogy a bank egy felmondott hitel illetően visszalépe a hitelfelmondásból, tehát ez egy ilyen jogtechnikai lépés, ott, és ez megtörténik, akkor újra jogosultá válik arra, hogy belépjen az árfolyamba. Az nem egyébként a fair, nyilván egy álomvilágban élek, de például tök jó lenne, hogyha a bankok azt mondanák, hogy tudjuk, hogy a jövő héten ezt alá fogja írni a köztársasági elnök, addig felfüggesztünk minden ilyen eljárást. Mi van akkor, ha például ezt valaki aláírja,
a rögzített árfolyamot, akkor az azt jelenti, hogy ugye 180 forintos értéken számoljuk a svájci frankot, ugye? Igen. Ezt mondtad. És mondjuk másfél év múlva 160 lesz. Másfél év múlva 160 lesz, akkor is 180-on megy, mert a gyűjtőszámlán halmozódott közben egy tartalék. Tehát az árfolyam különbözet halmozódik a gyűjtőszámlán, és hogyha lemegy 180 alá, akkor a gyűjtőszámlán elkezd csökkenni a tartozás. Nos, én azt nem értem, hogy ha ugyanakkor ez a különbözetet, vagy hát azért azt megterhelik egy másik számára, vagy egy másik számlára, akkor azért ez a probléma valójában nem 100%-osan oldódott meg, hiszen ha lejár az árfolyamrögzítés, akkor nekem közben egy másik számlán keletkezett még egy többletem, amit ugye szintén be kell fizetnem, nem? Igen, csak értem, hogy a kettő közötti különbség talán kevesebb, mint igen, amennyit... De erre utaltam az előbb, hogy leegyszerűsítve azt tudjuk mondani, hogy az átlagos hitelnél a megkeletkezett különbözetnek a felét azt az állam és a bank egymás között megosztva átvállalja, és csak a fennmaradó felét kell kifizetnie az adósnak. És a szabályozásban van egy olyan előírás is, hogy amennyiben a különbözetnek a visszafizetése nagy terhet jelentene, akkor lehetősége van az adósnak arra, hogy futamidő hosszabbítást kérjen, ami csökkenti a fizetendő részt. Tehát értem, abszolút értem. Pozíciót tesz lehetővé. Na most ez az árfolyam gát, ugye ez azt jelenti, hogy ez a termék önmagában nem egy szerencsés. Ugye hát ezt tudjuk a svájci frank hitelekről, hogy ez nem egy szerencsés konstrukció, most kitehet erről, hogy miért, tehát hogy a bankok beszélték rá az embereket, tök mindegy, nem is erről akarok beszélni. De önmagában már kijelentjük azt, hogy ez egy szerencsétlen konstrukció, és ez a lakosságnak nem jó. Akkor egyébként például, aki autóhitelre vette föl, az miért nem használhatja? Miért csak lakás? Érted? Ezek most te abszolút hétköznapi laikus kérdések, csak nyilván sok ember vett föl mondjuk úgy az autójára hitelt, hogy az is svájci frank alapú. Akkor ezeket miért nem lehet kiváltani? Azért, mert ez egy szociális kérdés, tehát egzisztenciális problémákat vet fel, hogyha valaki a lakhatás céljául szolgáló ingatlanját, lakását elveszti. Tehát az autóból nem lakoltatnak ki nyilván, persze. De ugyanakkor azt is látjuk, hogy azért jó, nem magyarázták el a bankok az árfolyam kockázatot, mondhatjuk ezt, de alapvetően minden szerződésben ott van, konkrétan leírva, hogy a konstrukciónak van árfolyam kockázata, és én azt gondolom, hogy egy olyan válság következett be a világban, ami józan észre nem volt előre jelezhető, és egy olyan átrendeződés zajlott le, tehát utoljára 1929-33-as világválság okozott akkora átrendeződést a világgazdaságban pénzügyi oldalon, mint a 2008-as Lehman Brothers csőd. Igen. Jó, most egy picit messzire nyúltunk. Hadd kérdezek még egy-két konkrét kérdést, hogy például a gyűjtőszámlán, ami összeg nő, ugye? Tehát amiről beszéltünk. Azt például lehet előtörleszteni? Én úgy tudom, hogy mindent lehet előtörleszteni. De még, bocsánat, hadd hívjam fel a figyelmet, nem kérdeztetek rá, de van egy nagyon fontos tényezője a mostani szabályozásváltozásnak, mégpedig az, hogy a bankok ösztönözve vannak arra, hogy részleges hitelelengedést gyakoroljanak, mégpedig olyan mértékig, hogy a hiteltartozás ne haladja meg az ingatlan értéknek a 95%-át. Nagyon sok hitel a forint árfolyam gyengülése miatt most már magasabb, mint az ingatlan érték. És azt mondja az állam, hogyha részlegesen elengedi a hiteltartozását a bank az adósnak, azaz 95%-ig leviszi az ingatlan értékhez képest a tartozást, akkor ő a gyűjtőszámla részre garanciát vállal. Ez azért nagyon fontos, mert amikor ez be fog következni, akkor a részleges hitelelengedés is egy komoly törlesztő részlet könnyítést jelenthet az adósnak. Ugye rögtön kérdezhetitek, hogy de a bankok ezt meg fogják tenni? Én erre csak azt tudom mondani, hogy a banknak sokkal nagyobb veszteséget jelent egy nem fizető hitel, mint egy részleges hitelelengedés. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy működőképes és reális alternatíva lehet. Például mi van azokkal az ügyfelekkel, akiknek esetleg mondjuk a bank fölmondja a szerződését azért, hogy ne léphessenek be a számukra megnyíló árfolyamgátba? Azok mit tehetnek? Hát csak mondjuk most a napokban fölmondják a szerződésüket. Irreális. Azért nem reális ez a...
ez az elképzelés, mert a sokkal jobban érdekeltek a bankok abban, hogy hogy fizető legyen egy adós, mint hogy még most gyorsan felmondja, és ne tudjon belépni. Az a célja a bankoknak is, hogy elkezdjék visszafizetni a hiteleket. Hatalmas veszteségeket könyveltek el már a bankok. Egy nem fizető adósnak a tartozására átlagosan 50-60% veszteség már most el van könyvelve. Ez brutálisan sok, hogyha viszont el tud kezdeni újra fizetni az adós, akkor ebből a veszteségből számára visszatérül. Uh-huh. Én most ezt csak azért mondom el, hogy egyértelmű legyen, hogy a bank számára sokkal fontosabb az, hogy az adós élhessen az árfolyamgáttal, mint hogy most nagyon gyorsan felmondja, mielőtt élni tudna vele. És van valami határidő, hogy meddig lehet jelentkezni? Vagy mikor kell az embereknek belépni? Én azt gondolom, hogy nincsen. Amint aláírta a köztársasági elnök, akkor megnyílik a lehetőség, és mondjuk egy kormányzati cél arra vonatkozóan, hogy gyakorlatilag a többség ebbe belépjen. Én azt gondolom, hogy minél több ösztönző meg fog jelenni arra vonatkozóan, hogy mindenki belépjen minél hamarabb. Jó, hát itt nagyon nagy a káosz, meg nagyon sok információt hall az ember, úgyhogy reméljük, hogy tudtunk egy kicsit azoknak segíteni, akik érintettek egy kicsit a tisztállátás véget, mert azért itt tényleg nagyon sok mindent kell tudni, hogy az ember hogy és miképpen mikor veheti ezt igénybe. Köszönjük szépen a segítséget! Örülök, ha segítettem, sziasztok! Köszönjük szépen, ciao, hello! Sándorfi Balázsról, a bankmonitor.hu ügyvezetőjével beszélgettünk. Na, hát reméljük, egy picit tudtunk ezzel segíteni, hogy ki, hogyan és miképpen tudja ezt igénybe venni. 8:30 múlt, pontosan 8 perccel, mindjárt jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show. 3:49 volt, pontosan 5 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Lassan megvalósul, hogy egyedül leszek. Na, hogy Feri sincs, most már Jani is eltűnt. Jön az alternatív 1 óra 9-től Balázzsal. Bárki, aki betelefonál, azt kérdez, amit akar, nincs olyan, hogy a műsorvezető nem válaszol. Ilyen műsort csinálnék egyedül. Mindenkit adásba rakunk, és bármit lehet kérdezni. A Délinek volt egyszer egy ilyen műsor, azt nagyon kedveltem. Az ugyanez volt, hogy betelefonált, és a csillagászat, csillagászat, a történelem, a matematika, minden. A döbbenet az, hogy a Déli mindenhez hozzá tudott szólni. Jövök, már itt vagyok. Imádom az egyedülét. Nincs, ne rohanj, ne esik. Egyszerre fordultunk be Ákossal a WC-re. Itt a Kovács Ákos. Igen. Kutyafáján. Milyen nagy emberek járnak hozzánk Budira. Hozat új szignálok. Óriási köd a nulláson. Reméljük nem volt drága. Óriási köd a nulláson, a Diózsi leágazáson Pest felé írja Lac. M3-as Nyíregyháza felé 182-es kilométernél van egy trafi, és a pesti rakpart a Szabadság híd előtt lezárva, a Csarnok felé terelnek, a Parlamentnél van katonai tiszteletadás. Nem tart sokáig, szerintem. Ő driver. Lehet, hogy majd ezt a banki 20 percet azért folytatjuk, mert még mindig rengeteg kérdés jön. Pontosan ezért beszéltünk erről, mert hogy nagyon sok a tanástalanság, nagyon sok a dezinformálás, nagyon sokan értenek félre dolgokat, vagy értelmeznek máshogy, tehát azért kell erről beszélni. Egyébként szerintem az Áder ezt már tegnap aláírta. Ugye? Én is úgy tudtam. Így van. Általában okosabb akarok lenni, valakinél ráfizettek, úgyhogy nem akartam mondani, de jól tudom, akkor tegnap aláírta. Megmondom például a kocsit, miért én is kérdeztem. Csak akarok lenni, aztán mindig kiderült, hogy ilyen vagyok. Nem, hát ez egy ingományos talaj nyilván, nagyon. De hogy például az autótörlesztés, azt nem értem. Hogy azt mondják ugye, hogy a lakhatása az, ami veszélybe kerül, ez egy szociális segítség azoknak, akik nem tudják mondjuk ezt kifizetni, és mondjuk esetleg kilakoltathatják őket. Én ezt értem, de ugyanakkor, ha te például fölvettél egy 2 milliós autóra, egy 2 millió, vagy mondjuk egy 3 milliós autóra, egy 1,5 milliós hitelt, és az autó ára 2 milliót ér már csak, de te még 4 milliót fizetsz vissza, és nyögöd a törlesztő részleteket, mert az autód értéke 2 millió, de még mindig 4 a hitel, úgyhogy már fizeted egy ideje, akkor egy idő után neked akár a lakhatásod is veszélybe kerülhet. Ugyanúgy a lakhatásod is veszélybe kerülhet. És nem? Ezért sok tehát, esetben hogy... itt nem luxus autókról van szó, hanem akár bizonyítottan olyan munkaeszközről, ami ahhoz kell, hogy fenntartsd magad, hogy fenntartsd a családodat. Nyilván itt ugye nehéz különbséget tenni, hogy akkor hogy szűröd ki azokat, akik mondjuk fölvettek egy 10 milliós autóra, egy 20 milliós autóra hitelt, vagy fölvettek mondjuk egy 2 milliós autóra 1,5 milliót, most már az autó értéke 1 millió, viszont a hitel még mindig 2,5. Ezt gondold el,
több a tör, hány olyan ember, akinek több a törlesztő részlete, mint maga az autó értéke, hogy az mennyire nyomasztó lehet. Mondjuk egy kis dobozos terautóval azért nem parádézik senki, tehát hogy ott az egy kiszűrhető. Az a nem billogsz persze. De értse meg uram, hogy a Bentley azért kell, mert ezzel járok dolgozni. Nagyon sok kérdés jött, még csak egy-kettőt, itt még beszélgettünk a Balázsra, nagyon sokan kérdezik, hogyha valaki például ezt igénybe veszi, ezt az árfolyamgátat, akkor utána végtörleszthet-e? Tehát, hogy te belépsz, igénybe veszed, ugye a 180-as számítások végtörleszthet, a Balázs azt mondta, hogy nem, ebben az esetben nem lehet. Csak én arra lennék kíváncsi, és azért az egy érdekes dolog azt megnézni, hogy ha te belépsz ebbe az árfolyamgátba, letelik az 5 év, de van egy 10 éves hiteled, akkor az 5 év leteltével, ugye, ha véget ért az árfolyamgát, akkor a törlesztő részleted visszaugrik 180-ról mondjuk 240-re, 5 év után, plusz van egy bankszámlán felhalmozódott összeg, amit neked szintén akkor fizetned kell. Érted, hogy mit mondok? Belépsz, 5 évig jó, de az 5 év alatt halmozódik egy bizonyos összeg, plusz neked a törlesztő részletet az 5 év után, amikor kikerülsz az árfolyamgátról, emelkedik, plusz ugye van a bankszámládon egy felhalmozódott összeg, amit szintén fizetni kell. Tehát azért az se lesz egyszerű 5 év múlva, nem? Hát igen. Ugye nem tudom pontos számokat, nyilván meg... ezeket kiszámolt, tehát csak ezek ilyen teljesen laikus kérdések, hogy azért 5 év múlva is meg kell ezt megvizsgálni, hogy mi lesz 5 év múlva. Igen, de hogyha meg végtörlesztéssel lehetne élni, azt nagyon sok olyan ember, jó persze hitel és hitel között ne tegyünk különbséget, de azért nagyon sok olyan ember lenne, aki mondjuk élne a végtörlesztésnek a lehetőségével, de valójában ők pont nem a rászorulók, hanem azok, akik egy összegben ki tudnak egy nagyobb összeget fizetni. Hát ahogy ez már egyébként meg is történt. Ahogy ezt elég sokan ugye el is játszott. Igen. Na jó, oké, foglalkozunk még ezzel, és akkor próbálunk segíteni azoknak, akik érintettek a témában. Most azonban valakivel már is játszunk. Ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, Andi vagyok! Hello, szia. Andi! Andi, honnan hívsz minket? Zircről. Honnan? Zirc. Zirc. Ja, Zirc. Vircet értettem. Zircről. Mit csinálsz? Munkában? Hát nem, most éppen vérvételen voltam. Na, önszántadból, vagy esetleg van valami baj? Hát nincsen baj. Lombikozunk éppen, úgyhogy azért járunk egy folytába. Sok sikert kívánunk hozzá. Köszönjük szépen. Mióta próbálkoztok? Már van egy gyerkőc. Na. Úgyhogy ez, hál' Istennek, az már 7 éves. Úgyhogy ez most ilyen egy, hát április óta küzdünk. Április óta. Orvosra, igen. Hogy legyen kis tesó. Hát drukkolunk, ahogy Jani is mondta. Köszönjük. Jó. Milyenek a kérdések, Jani? Szerintem elég könnyű. Könnyű? Aha, szerintem vihető. Hány részes az egri csillagok meg ilyenek. Hát az első, az már nem tűnik annyira könnyűnek. Tényleg, amire nehezet mondasz, az könnyű, amire könnyűt mondasz, az nagyon nehéz. Így szól az első kérdés. Mi a frekvencia mértékegysége? Jóna pirítottad elsőre. Hertz. Így van, a hertz. Ezért ez nem egy könnyű kérdés elsőre. Milyen női kérdés. Jó, mehetünk tovább? Igen. Így szól a második kérdés. Hány lábúja van két lábán egy strucnak? Na, ez rohadt nehéz. Bocs, elfelejtettem, mert mindig könnyű kérdés már sor. A kérdés. Micsoda könnyű kérdés, egy kis herc, egy kis frekvencia, és egy kis lábúj számítás a struc lábán. Hát, ez rohadt nehéz egyébként. Nagyon fontold meg. Jó. 2 az 4. Na, nem is volt olyan nehéz. Te király vagy. Ő az egyetlen ilyen madár amúgy. Két kis lábúj, nem kis egyébként, mert nagyobbak a lábújai, mint IT-nek az kezén. Igen. Menjünk tovább? Milyen jellegű kérdés? Vagy kíváncsi. Kíváncsi, könnyű. Könnyű? Hát akkor persze. Szerintem ez nem nehéz. Így szól a harmadik kérdés. Dedikált sapkáj. Melyik magyar város nevezték egykor Lenin városnak? Ne kapkodj. Jó. Volt egy Stalin város is, de az nem ez. Tiszaújváros. Így van! Ki segített? A férjem. Na azért. De ügyi volt. Köszönjük. Küldjük akkor nektek az ajándékcsomagot, jó? És dedikáljuk is. Jó, köszönjük szépen. Oké, köszi. Szép napot. Ciao, sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-val. Készülj a következő megmérettetésre. Na, mégis jól végigmentek. Nagyon, volt egy könnyű. Nagyon. És tök jó tippet adtak nekem, az Zirce még soha nem voltam. El fogunk oda menni. A Bakony fővárosa. Valahogy nekem eddig kimaradt. Most nem ezen gondolkoztam. Sejtettem.
Nem, ezen a rakpart lezáráson gondolkodom, hogy ez így péntek reggel, ez így hogy? Érted? Hát pont péntek reggel. Tehát nem csütörtök este, nem szombat reggel, nem vasárnap délután. Tehát mennek az emberek a munkába, oda akarnak ülni, el akarják vinni a gyereket az iskolába, mennek, dolgozhassanak, pénzt akarnak keresni. Korábban kezdődik a csúcs. És lezárják pénteken az alsó rakpartot, a felét. Hogy? De biztos van egy kerék, amit megpörgetnek, és rajta van 7 nap, és akkor úgy vagy. Ez így kijön, hogy legyen a péntek reggel? Ezt nem is értem. Na mindegy. Egy perc van, pontosan 9 óra jönnek a hírek, aztán Peti hetessel folytatjuk mi is. 9 óra múlt 13 perccel jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia! Feri nem csendes, nem, nincs leszedálva, nem arról van szó. Egyszerűen valahol van, ami drága titokminiszterünk. Forgat valamit, de mi Feri életével kapcsolatban általában a Facebookról értesülünk, úgyhogy Jani majd csekkolja a Facebook oldalát, akkor tudjuk, hogy hol van Feri. Így van, soha nem tudjuk, mit forgat a fejében. Haj, te mókamester, hát én nem vasárnaptól szilkoljanak. Basszus, tényleg. Miért lősz el mindent? Hát most megint jön a vasárnap, és kiégsz. Már csak 5 műsor, és szabadok vagyunk. Nem értem, hogy miért nem tartogatod az ilyen poénokat vasárnapra. Egyébként? Lehullanak a rabláncok. Feri védelmében mondom, hogy nem is kérdeztük, hogy hova megy. Tehát nem azért nem mondta, hanem egész egyszerűen nem kérdeztük meg. Ha megkérdeztük volna, nyilván elmondta volna. De jobb a pihen, megérdemli, keveset volt Szabin, úgyhogy bárhol is van. Így van. Jó pihenést kívánunk neki. Egerből Szarvaskő irányába vasúti átjárótól kb. 400 méterre 2 személyautó ütközött, lehetséges az útzár, ezt Rami küldte nekünk. Valamint jött még az is, hogy a pesti alsó rakparton csak egy sáv járható, valami csinálnak, hogy valami történik, és hatalmas a dugó, arrafelé ezt próbálja mindenki elkerülni. De mi a helyzet a Gubicsi hídnál? Ott is van mindjárt, igen. A Sopronban a határnál 5 kilométeres a sor mindkét irányba útépítés miatt, és Vasas küldte nekünk, és rakpart lezárás miatt iszonyat káosz a parlament környékén. Igen, ott valami, nem tudom, valami seregszemle, vagy nem tudom, valami történik. Kivonultak seregszemlére. Seregszemle. Díszfelvadulás, mit tudom, hogy valami történik a parlament előtt. Igen. Óriási köd a Diósdi lágazástól Pest felé, a nulláson, és van egy trafink a 182-es kilométernél Nyíregyháza felé az M3-ason, ezt Ré küldte nekünk, köszönjük szépen. Na most utána akartam nézni valaminek, de nem igaz, hogy ez a tini vámpírfilm, ez az új hold ugrik be mindenhol, mert a nejem megfejtette az Annának az álmát. De mondjuk, hogy mit támadott az Anna, mert na, az reggel 6-kor volt. De nem tudjuk volt elmondani. Csak így körvonalakban, mert az annyira beteg, hogy beteg volt, igen. Elmondani. Tehát az Anna azt álmodta, hogy a Schwabival randizott, egy dióhéjban egy ennyi, ezt majd beszéljük meg otthon a Petivel. Szóval Schwabi Andrással randizott, és láttak egy hatalmas nagy halom gubacsot, egy ilyen gesztenye gubacsot, ugye a külső rétege a gesztenyének, annak akkor még gubicsnak hitte, de később kiderült, hogy ez gubacs, miután megnéztük a Wikipédián, és hogy a gesztenyék között, a gesztenye gubacsok között volt halott sündisznócska is. Nem gubacs, hanem kupacs. Kával. Kupacs. Egyre mélyebbre ásod magad a szószban, azt tudod. Ha már korrigálsz. Na, de mit akarsz ezzel mondani? Mi az álom lényege? Na, ott volt a Schwabi, és ott voltak sündisznók. Azt ezt álmodta az Anna reggel. Azt mondta nejem, hogy ez az új hold miatt van, és ez valószínűleg valamilyen változásnak a jelenet. Aha, tehát a telefontok, a Schwabi, meg a sündisznó az a változás. Így azt van, teljes egyértelmű. De egyébként a Schwabival is beszélt már azóta az Anna, és ugyanezt érzi Anna iránt, mint ő iránt. Nem. És mondta az András, hogy neki nincs is telefontokja. De miből jött rá nélkül, hogy változás? Hát a telefontokból, a Schwabiból, vagy a gesztenye tokokból, amik egyébként sündisznók voltak. Hát itt hol van a változás? Azt mondd meg nekem. Az új hold miatt. Az új hold mindig a változás jelen. De nem volt új hold az állóban. De tegnap új hold volt. De akkor bárki bármit álmodott, mindenkinek változás van? Így mert van. Mindenkire vonatkozik az új hold. Tehát ezek szerint bármit álmodtál, akkor most változás van, mert új változás hold van. Változás kell, mert a tüskék is arra utalnak egyébként, hogy valaki az Annával szemben tartózkodó, vagy az Annától tartózkodik. Mert hogy szúrósak ezek a gubacsok. Kubacsok. Kubicsok. Gébacsok. Ezek teljesen analfabéta álom megfejtések szerintem. Mert nem a nejed, de még ilyet se tudtál paré. Ez amikor valamit belemagyarázunk egy általunk nem ismert jelenségben, tehát a Krúdi is megírta. Azért, mert nem neked jutott az eszedbe, most féltékeny vagy. Hogy fölnézek az égre, és lássa ott egy ilyen alakuló holdat, és akkor most nem tudom, mondjam azt, hogy ez a változás. Hát ez bárkinek az eszébe jutott volna. Maradjál már, beszóltál a nejemre. Nem azt mondom, hogy a nejed. Csak hogy ne menjen el álomfejtőnek. Na hát csak próbálok segíteni, hogyha valami olyanra tenni föl az életét, ami nem megy, akkor most még lezökkentem erről a pályáról. Hát ez szerintem tök őszinte vagyok. Mit álmodtál tegnap?
Nem mondhatom el, mert most hallgat minket a nejem. De iszonyatosan kupakoltam. Na, de úgy is nem. Sajnos. A te életedben eljön majd valami nagyon nagy dolog, ami most még nem érkezett el, de mivel olyan dolgokat álmodtál, amire vágysz, így előbb-utóbb ez a nagy dolog, ez majd megérkeződik és realizálódik. Megérkezik és realizálódik a tényleg. Én általában kakilnom kell. Megérkeződik. De megérkeződik. Megérkeződik, eszik, iszik. A fénylátó Bécs. Szóval azt akartam, hogy a Krúdi is elmondta, hogy ez a szabad asszociációról szól az álmos könyve. Tehát ez egy sokkal bonyolultabb folyamat, mint hogy most sündisztó, svábi, telefontok, újhold, akkor ez a változás jele. Hát ez... A Krúdi féle álmos könyvről mindenki tudja, hogy valószínűleg az akkori kiadója az le volt szerződve, mit tudom, 3 könyvre, 2-t már megírt, és kellett egy harmadikat, és összegründolni egy gyorsan, hogy megszabaduljon tőlük, és akkor megcsinált az álmos könyve. Tehát, hogy ez egy baromság. Az nem igazi álomfejtés. Az nem. Csak mondom, hogy sokan használják, például megnézik, hogy kígyóval álmodtak, és akkor a Krúdi megírja, hogy mit jelent a kígyó. De hogy ennek alapja, hogy semmi köze a tudatunkban, meg a tudat alattinkban lejátszódó folyamatokhoz szerintem. Legalábbis. Nyilván fontos ezeket elemezni, meg van jelentése, meg van értelme, meg egy csomó minden szól arról, hogy te mit álmodsz, és mit élsz meg, vagy nem élsz meg a valódi életben. Napközben, amikor ébren vagy, de én ezek az átvitt jelentést tartom, ezekben nem annyira hiszek. De hogyha mondjuk ilyen tudatalatti elfolytások jönnek elő, így? Amit te mondasz mindig, hogy szadom az a dolgokat, és egy pingponglabda van a szádban, álmodom. Nem, egy pingpongasztal van a szádban. Egy pingpongasztal. Hát nyilván egy csomó mindent elfolyt az ember, meg nem mond ki, tehát abban lehet igazság, hogy a tudatalattit azért ezeket szépen föllöki képek formájában, amiket te azért a tudatos éneddel, meg az agyaddal napközben elnyomsz, elfolytasz, persze. Persze, de ez egy baromi nehéz dolog, hát erre sokan az életüket teszik föl, hogy megfejtsék, hogy miről is szólnak valójában az álmok, és aztán nem mindig megy. Tehát ez... én ebben nem mennék bele. De érdemes figyelni, tehát van egy tudatos álmodás című könyv, ez egy nagyon jó dolog, hogy megpróbáld megfejteni, meg hogy tudod irányítani a saját álmaidat. Mert az is érdekes, hogy programozható az agyad arra, hogy te mit álmodjál lefekvés előtt, és meg tudod álmodni azt, amit te meg akarsz álmodni. Nekem ez egyszer-kétszer sikerült. Na, és akkor mi történik? Dudák! Dehogy is! Seggek! Még több csöcsök! És a Móri borogat között, mert nem tud fölébreszteni, annyira mélyen alszol. Egy ilyen kis vizes zsebkendőt tesz a homlokodra, mert mindig tudja, hogy jó, ez most a Jani tudatos álmodása. Igen. És mi a főriac? Igen, itt van Jani király, Csöcsország királya. Aki az egész csöcsbirodalom az enyém, az első éjszaka joga az enyém. Csöcsök vannak, és megtámadják az irigy idegenek az országot, és Jali pedig talpig csöcsben kilovagol a páncélos lovhátát, és megvédi az országot. Megvédi a földet, megvédi a népét, de mindenki félmeztelenül fogadja, és azt mondja, hogy tiéd az első éjszaka joga, Jani, tiéd az első éjszaka joga. Jó, hát ilyen is van. Ilyet álmodsz meg, persze. Repülés a szexuális volt. Vágyak kinemélése, meg nem élése, ez nyilván egy csomószor megjelenik az álomban, persze. Hát, ha még nem élném. Extra durváknak megérik, és közben megjelenik. Megérem, és akkor még utána még erről álmodok. Nem, de annyira durván nyomod napközben, hogy éjszaka mindig csak pihensz, és azt álmodod, hogy nagyon nagy koktélt iszol valahol, ott már nem szexelsz. Így van, és mindig lenézek, és most már feküdj le te is. Igen, tudom, és ezt elköszönsz tőle. Térj aludni, kis Jani. Így van. Na jó, péntek van? Péntek van, ez pedig azt jelenti, hogy van Peti hetesünk is. Tehát éppen, hogy csak van. Igen, mert Peti behozta. Most már kezd egyébként ilyen nem tudom, ilyen átmenni az egész rovat egy ilyen totális kőkorszakba. Legközelebb majd galampostával fogja beküldeni, és egy gyűrű alá lesz behúzva, és majd te eldudod a lémeg, majd hogy hívják, eléneklen. Igen, Peti reggel írt egy e-mailt, hogy ő most ezt pendrive-on behozná. Pedig mondom, beküldheted lovaskocsival is. Így van, küldbe kőtáblákra ráfaragva. Nyugodtan. Elromlott a számítógépe, és ezért pendrive-on küldte be. De akkor hogy írt e-mailt? Azt nem tudom, hogy akkor hogy írtam. Okostelefonról? Na, ez például egy jó megoldás. Mert az a baj, hogy most erre fog hivatkozni. Mert eddig ezt most nem tudta volna kimagyarázni, de te rögtön választ is adtál a kérdésedre. De akkor hogy írtál e-mailt, Peti? Vagy segítettem neki. Jó, meghallgatjuk akkor Peti, miről énekelt. Jó? A Berkiről? Nem áll. Berki Krisztiánról? De miért? Hogy minek? Mi van a Berkivel, ami most érdekes? Hát, egy gyermeke született. Hát ezzel vannak mi így még páram. Jó, de...
De ők nem celebek. Nincs itt a Peti? Itt van még a Peti? Hazament a nem létező autóján. Na, nem létező lakásában. A nem létező barátnőjéhez. A nem létező barátnőjéhez, és tovább dolgozik a nem létező számítógépjén. Juli! 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 Gyere be egy picit, létsz. Gyere be egy picit, Juli. Gyere csak ide. Juli, jöjjön. Gyere csak ide. Ne jegyetek, mert csak beírtam a Juli. Nem, Párizsba vagytok. Mit csináltál? Mit csináltam? Miért csináltad? Hát, mert kellett a pénz. Jó vagy. De azt akarom, hogy nincs itt a Peti még egyébként? Nincs. Ott van kint, zsibbasz, a többiek, hívjátok már el tőle a szegény. Nem, a többi híre zaklatja. Legalább mentsük meg őket. Mondjál, hogy mit énekelt a Berkiről, mert ugye most lesincsenek írva a hírek, tehát nem tudom, hogy igazából miért énekel a Berkiről, nem? Én nem azon mondjam, hogy nem volt más. Hogy egy gyerekszületés, mi más? Hát, mert egyébként mi vett magának egy új Porsét, vagy megnyert egy, vagy harmadik lett egy fitness versenyen, vagy... Hello, Peti! Na, hol, ide? Hol voltál éppen? Kicsit basztottál. Megint hogy nézett? Dumáltál, hogy csajoztál megint? Nem. Fasiszta. Na mi van a gépeddel? Most ott kaptál egy gépet, most meg nem működik? Vagy mi van? Nem, egyelőre csak lét kaptam rá, úgyhogy ma megyünk megvenni az új gépet. Úgyhogy vége szenvedésnek. Ma mentek új gépet venni? Aha. Kaptál neked kedvezményt? Valamit alkuttál? Kaptam rá lóvét, úgyhogy a tesójának meg kell írnom egy szülinapi meglepetés dalt, és ezért cserébe kaptam. Meg el kell mennem az esküvőjére. Peti, te kapsz fizetést, hát te fellépsz. Valaki vesz neked egy gépet, és te természetben kifizeted, hogy írsz neki egy dalt. Persze. Hát ez szenzációs. Ez tök jó. Szoktam ilyet vállalni. Jó. A telefonszámú? Várj, mondom is. És mi, van, hogy egy ebédér énekelsz valamit? Vagy? Nem. De te miért nem így fizetsz neki egy közös kép, vagy elmész, mit tudom én, hát akkor legyen a keresztfiának a szüli napjára két fotó erejéig, vagy ilyesmi? Leadnak nekem egy listát az ünnepeltnek az életéről, és akkor egy vicces dalt megírok. És cserébe te pedig küldesz egy listát, hogy mit kérsz? Hmm. Mint az esküvőn a Turmix gép, mosogatógép, tudod, körbe küldjük a listát. Nem, ennek van egy ára, és akkor megkapják ilyen speciális ajándék. És aztán az helyes, ezt csinált. Hát te írsz egy dalt, azért te kérsz pénzt, ezzel nincsen semmi baj, hát az fizessék ki, persze. A vicces dalban pedig majd kicseréli annak az illetőnek a nevét egy celeb nevére, és azt a vicces dalt eladja neked. Én meg kifizetem, így született most a Berki dal. Nézzük meg, hogyha a Berki nevét figyeljük, az kijön-e más névre. Jó? Jó. Józsi, vagy Julcsi, vagy bármi. Illik-e úgy a dal? Ha csak a Berki nevét berakjuk, hogy Józsi, vagy Julcsi, vagy bármi. Hát, de várjál, most a Berkihez konkrét sztorit írtál? Vagy a sztoria van a Berkinek? Igen, mi történt persze, vele? Persze. Mi történt hát, vele? Berki, kérlek szépen, azt nyilatkozta, hogy ő elmegy a saját esküvőjére, hogyha meghívja a kedves családja, tehát a menyasszony családja, és akkor is csak talán oda megy. Aha. Na, hát ez végtelenül szimpatikus. Abszolút macsó. Hát ez nagyon-nagyon szimpatikus. Jó, na meghallgatjuk, Peti, mit énekeltél erről. A kis padon sokat ültél, de ott is kikészültél. Ez a Berki, nem a tornász, és nem kell neki a fodrász. NB1-ben nem játszott sokat, de sorra kapta a gólokat. Volt kapus, aztán vezér, de vajon mit tett ezért? Hogy került képbe, senki se tudja, jó vele állt a rúdja. Jött a Zsófi és bele a sarka, és már is címlapon az arca. A Pamelának te lettél Bobby, és a celebkedés a hobbi. De honnan szedted a lédet, amiből ilyen édes az élet? Azt hiszi igazi férfi, ki a nők nyelvét érti, de csak addig kell a nyelve, amíg nincs lenyelve. Az, hogy sielni ment a szülés helyett, és a Zsófi tetkó nagyon beted. Nézd ezt a Vin Diesel fejed, de inkább gáz a dízel helyett. Hencek, hogy milyen gazdag, a csajok dőlnek a tagnak. Kell a több milliós óra, ha nem tetszik gyereki a hóra. KP-t eltüntető bűvész, vagy csak életművész. Aki más mond, az téved, pont honnan szedted a lényeg. Peti! Élő taps! Ezeket te játszott fel, ugye?
Ezeket én szoktam, persze. Adjatok már neki a hangot. Te szoktad? Én szoktam, most kivételesen két nap alatt játszottam fel azt, amit egy nap alatt szoktam. Kedves gépem miatt. Mi a kövi, Peti? Azt mondja, hogy ilyen nappal Lalinak felajánlotta a segítséget Lagzi Lajcsi, hogy mulató sztárt csinál belőle. Igen, mert ő állítólag azt szeretne lenni. Ki? Lali, az ilyen nappal Budapestből. Hát, de hogy ő azt szeretne? Ő szerepel egy sorozatban, nem? Mint Lali. Vagy most ezt nem értem. És jó közben mulató sztár akar lenni. De valójában azt szeretne lenni, mulatós énekes. Csóró Lali néven. Mint Józsi harmonikás, meg Béla Hegedűs, meg nem tudom. Csóró Lali néven lenne ő. Igen, ugye történet szerint soha nem tudja befizetni a lakbérét, mert nincsen pénze, gondolom emiatt. Aha. Ez van a BPL nappalban? Aha. Ez a történet? Igen, igen. Ott én soha nem tudom, hogy mi a valóság, meg mi a kreálmány, tehát hogy náluk ilyen, mindig kicsit olyan, mint hogy belennék tépen, soha nem tudom, hogy ki csoda, micsoda, mi az igazi neve. Ráadásul én egy-két szereplőt így ismerek is máshonnan belőle, és akkor így nem tudom eldönteni, hogy most akkor valójában ki. De miért kéne tudnod, hogy mi az igazi neve? Hát ha szereted a Dallas, de nem tudtad, hogy Larry Hagman, akkor nem baj, hogy te csak Jokinak hívod. Vagy ezt hogy érted? Hát ők ott szerepelnek. Na igen, de amikor például olvasol róluk egy újságban, akkor nem arról olvasol, hogy egyébként ők a civil életben milyenek vagy kicsodák, hanem ők a sorozatban kicsodák meg micsoda. Tehát, hogy nem összefolyik egymással a fikció meg a valóság az ő esetükben. Tehát ez egy nagyon fura, bizarr dolog. Hát de most Lali az Lali. A civil életben is Lali, nem? Abszolút. És egyszer engem meghívtak egy ilyen válogatásra, hogy lesz valami humoros műsor, hát ez az éjjel-nappal Budapest volt. És még oda se sikerült bekerülni? Nem is akartam. Hát nagy baj. Nem is akartam, mert hát nem humoros műsorról volt szó. Elsősorban nem a humor faktor számít, így van. Na meghallgatjuk, hogy mit énekeltél erről. Éjjel-nappal Budapest! Mi a fene? Ez a sorozat. Mi miért nézik az emberek naphosszat? Azt gondoltam, hogy színész meg színésznő, de csak pár nagy pofájú srác meg pár ribi, semmi más, gizdáskodnak meg cicáznak egész nap. Vagyok a trendi csávó, hajam, mint a puli fészek. A pizza futárt is jobban játsszák nálam a pornószínészek. Nem tudod, kik vagyunk, na ne játsz meg magad. Mindenki néz minket, de másnap letagad. Csóró Lali vagyok, a mulatós zseni, majd meghív engem Sihel Ferri. Majd, ha nékem sok pénzem lesz, befizetem a lakbérem. Ha gagyi színésznek jó vagyok, mulatós celebnek mérne. Ezzel a fejjel, ha nem leszek jó mégse, billentyűs dublőrnek jó leszek a KFT-be. Csóró Lali vagyok, a mulatós bálvány, majd meghív engem Fási Ádám. Véget? Ajjaj, nyomom! Szegény Bornait is belekevertek, pedig ő igazi hát zenész. Totál olyan, már csak egy szemüvekkel hozzá. Norbi a... egyébként. Norbi a Lali. Norbi a Lali. Uh-huh. Jó. Mi az utolsó? Utolsó hír. Nagyon mennénk már. Ne, csak kérdezzél, 31 van, igen. Utolsó hír arról szól, hogy ugye minden héten átnézem a híreket, és minden második hír arról szól, hogy valaki villantott vagy vetkőzött. Most éppen a héten Kustán Cilia villantott Bimbót a kedves vacsora vendégeinek, Tóth Gabi villantott, tehát folyamatosan ezeket. Tehát ne csodálkozzatok, ha folyton erről szólnak a dalok. És ez megihletett téged? Ez megihletett téged. Villantásokról szól a dal. Meghallgatjuk akkor ezt is. Itt a Peti hetes, a híreket nézem, megint vagy 20-an vetköztek a héten, mindenki villant. Izgat a look. Hát csoda, ha nem szokom le arról a hibáról, hogy rengeteg dalt írok a libáról. Ha megnyitok egy szájtot, izgat a look. Egyiket másikat annyira akarom, hogy a végén még elfárad a karom. Hiába minden, izgat a look. Ha te vetkőzöd, több lesz a hakni, de én hiába akarnám kirakni, nem lesz több hakni. He's got a look, he's got a look.
a lúg. He's got a lúg. Hogy ez véletlen volt, ne mondd azt nekem. És hogy pont arra járt egy fotó, se nem hiszem. Régen hogy nem volt ilyen. Shumananana, 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 he's got a lúg. Peti, köszönjük szépen. Azért te ezekben lubickolsz, rájöttem, szóval neked teljesen egyértelmű, ilyen témákat kell adni. Te imádod. Ezt szereted a legjobban. Luke, én imádod. Vagyok az apád. Igen, nagyon igen, szereted. Ha egyszer lesz majd Csöcsisztánnak, ugye az én tartományomnak, majd egyszer saját himnusz, akkor írd meg, majd légy szépen, Peti. Ideális lenni. Wunderschön? Mi van vele, Peti? Mikor mehetek? Hát, van ott elég bajunk, Peti. Érted. Minek tetéznéd még te is? Fél tíz múlt, pontosan 4 perccel, mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show. 8 perc van, pontosan 10 óra. A buta külföldi? Hát. Buta külföldi. Jön középföldéről, nem? És a 300-szoros férfi. Ja, igen, nehéz ez, nehéz ez. Egyébként a páltaiak, a spártaiak szőrösök voltak annyiban legalábbis, hogy volt szakáluk. Volt. Némelyiknek volt. Legalábbis. Nem mindegyiknek. Szeretem ezt a Gerard Butlert. Jó, jó színész, bírom. Nagyon jó. Nagyon jó. Nagyon korrekt. Van egy rendkívül jó filmje, aminek olyan hülye címet adtak, hogy szerintem ember nem ült rá. A gépfegyveres térítő, vagy valami ilyesmi? Mi volt az a gépfegyveres prédikátor? Prédikátor, a géppisztolyos prédikátor. Egy nagyon rossz cím. Csak úgy keveredsz be a moziba, ha valaki berángat, vagy félrevezetnek, és azt hiszed, hogy valami más film indul. És zseniális. És nagyon jó film. Egy igaz történet alapján arról szól, hogy egy fehér pacák, aki Amerikában nagyon sok bűnt elkövet, megtér, és elmegy Afrikába, és beilleszkedik az ottani közösségbe, és elkezd afrikai menekülteknek, gyerekeknek templomokat építeni, segélyt szervezni, és közben egyébként felveszi a harcot gépfegyverrel, mint egykori lelkész, ugye, az ott dolgozó különböző törzsekkel, akik meg leszámolnak egymással, bántják a gyerekeket, megerőszakolják a nőket, és az egész egy igaz történet alapján készült, és a végén megmutatják a palit, aki még a mai napig elmondják, hogy hol él, milyen törzsnél dolgozik, kiket segít, hogy védi meg azt, amit épített. Hihetetlenül jó film, nagyon durva, meg nagyon felkavaró. De ilyen címmel tényleg csak akkor ülsz rá be, ha szereted Michael Dudikoffot, vagy iszonyú gagyi. A gépfegyveres terrorist, nem, a géppisztolyos prédikátor, igen. Iszonyat béna. Iszonyat béna cím, és zseniális film. Főleg, hogy ugye igaz történet alapján, nagyon felkavaró, nagyon szomorú, de nagyon szép film. Na, Ferink nincs, viszont van receptje. Bizony. Gondolom, hogy Márton nap van, így kacsa, ugye? Mindig. Ha Márton, kacsa, mondja a mondás. Ez ma csak a rossz poénok adása, de nem baj, szeretem. Ugye? Hát egy jó Márton nap nem múlhat el egy jó kacsa nélkül. Soha, ugye? Soha. Én mindig eszek ott akkor valamit. Egy eszem, első személyikes ige emrag. Mi? Az, hogy eszem otthon valamit, nem eszek otthon. Nem, valamit. Azon jár az eszem. Azon jár az eszek. Akkor már nagyon nagy a kavarodás. Mindig azon jár az eszek. Hogy mit eszem majd otthon. Most már tényleg összezavartalak ezzel. Na, hol van ez a recept? Na, Márton napi liba zöldséges gerslivel. Hát na. Gyerekek, nekem nap nem múlik el, úgyhogy ne egyek gerslit. Figyelj. Rohadt életbe. Hát egy jó gersli nélkül le nem feküdnék soha. Hallod? A kutya fáját, az iskoláját, hát ide nekem egy kiló gerslit, hambe kapom most. Hol ez a rohadt recept? Én gerslivel kezdem a napot, és azzal is végzem, de napközben is van, amikor bekapok belőle. De hogy már sehol egy fél kiló kuszkusz, meg sehol egy negyed kiló, nem tudom, vörös lencse, tehát csak egy sima liba? Hát, na, mit főzött? Az árpa gyöngyöt beáztatod, jól van? Imádom a Ferit, imádom, az árpa gyöngyöt beáztatod, hát minden, valamire kis, valamit adó kis háztartásban megbújik valahol fél kiló árpa gyöngy. Hiszen ő a gersli. Ez a gersli? Ja, az a gersli. Hát gyereke. Én azt hittem, hogy egy kevésbé ismert kínai akciófilm színész neve. Igen. De miért nem egy negyed kiló bulgurral indulunk? Tehát, hogy mit? Miért nem csöpögtetünk rá, mit tudom én, 3 csepp modernai fekete balzsamecetet? Szóval én nem is értem, hogy egy sima, egyszerű kis libával, vagy mi az. Szóval mit csinálunk ezzel az árpa gyöngyel? Beáztatjuk, hogy igen. Bepújjon, gondolom. Azért. Ez egy tök jó recept. A háromszoros mennyiségű vízbe már előző este be kell áztatni a gerslit. De Feri milyen részletesen írja meg a receptet. A combokat megmosod, ha marad rajta toll, pihe, akkor azt eltávolítod.
Tehát, hogy nagyon-nagyon részletes. Mert ő azt szereti egyébként, hogy amikor főz, akkor mert ugye a főzés azért nagyon fontos, hogy egy higiénikus dolog legyen. Tehát ő előtte mindig megmossa a combjait, teleníti, és csak így megy be a konyhába, mert a konyha számára egy szentély. És azt írja, egy használaton kívüli csip, ez tökéletes. Látod? Na, hát akkor erről van, egy használaton kívüli csip, ez szörtenyted a saját combodat. Ennyi. Na mindegy, szóval a recept jó. Picit számomra fura, mert hogy citrom, petrezselyem, zöld. Jó, nem, azért ott van római kömény, jó, azért vannak benne érdekességek. Bár ez a római kömény ma már azért nem annyira durva. Jó. Te ezt lefőzted, Anna? Nem, de lefogok, tetszik. Jó, megcsinálod. Frissen jó, az a baj. Mindig lemaradtok. Nem csak, esküszöm, azon dolgozom, hogy valamit átadjak ebből a receptből, hogy, de hogy, tehát, mi lesz ez? Forró serpenyő, tehát ez egy sült liba lesz akkor, ugye? Jó. Nem, a forróra ülnek. Nyilván. Figyelj, Márton napi, Márton libája, zöldséges gás, így van. Jó. Figyelj, ha igazán menő vagy, akkor a Márton napiból az utolsó két szótagot sűrűn egymás után bemondod. Na jó, van. Hívjuk a naphallgatóját már is. Ferinek köszönjük a receptet, fönt van a Facebookon. Annyit hányan vagytok, hát ebben sincsen semmi meglepő. És ott vannak a hozzávalók, a fotó, Feri megcsinálta gyönyörű szépet, úgyhogy próbáljátok ki. Morning show. Az bizony, jó reggelt, hello. Jó reggelt. A Gersi otthona. Hello, írtál nekünk SMS-t, ugye? Csak azt hiszem, talán nem írtad alá, hogy hívnám? Ádám. Ádám, hello Ádám. Ugye te írtad nekünk azt az SMS-t, amin aztán hát igazából osztoztunk, hogy mindenki másra gondolt. Ja, és hogy mondd meg fejtést. Mit írtál pontosan? Keresem, de kicsit szétestünk a végére. Buta külföldi. A buta külföldi. Megfáradtan keresi a gyűrűjét, és én a gyűrűk urára gondoltam. Ezt most komolyan mondod? Igen. Na várj, álljunk meg egy pillanatra. Milyen buta külföldi? Miért lenne buta külföldi? Azt írtad, hogy buta külföldi megszállottan keresi a gyűrűjét. Én erre bemondtam a gyűrűk urát, és Jani hangosan kirőgött, hogy ez nem a gyűrűk ura, hanem az egri csillagok. Neki a gólam, az a buta külföldi, akkor ő keresi a gyűrűt. De nem csak ő, hanem a főgonosz is, a Sauron is de keresi. A Sauron az egy helybe keresi. Ő nem megy sehova, csak a szeme mindent lát. De megnézed, folyamatosan küldi ki az emberét, hogy hol van ez a rohadt gyűrű. Akkor keres teti. Buta külföldi keresi a gyűrűjét. Most, ha én veled kerestettem, akkor én még keresem a gyűrűmet. Így csak van. Te keresed nekem, de én keresem. Más végzi el a piszkos munkát. Nem, má. Hát a Umurdzsák mennyivel butább külföldi, nem? És ő is a gyűrűjét keresi. Az egri csillagokra nem gondoltam. Látod? Arra én se. Tehát van belőle három rész. Igen. Jó, az SMS szellemes, de én is jól asszociáltam akkor a gyűrűk urára. De az egri csillagok is jó megfejtés, amit Jani mond. Jó, küldjük neked az ajándékcsomagot, ebben most nem bögre van, hanem sapka. Sapka. Nyáron majd valamit kitalálunk, de most... A fejedre kell tenni nyáron. Most sapka lesz. Örülsz neki? Persze, bögrém az már van. De jó neked. Na és most milyen szimpatikus lett, hogy ezt bemondtad a többi hallgató számára. Jó, hát lehet valaki többször nap hallgatója, küldjük neked, jó? Jó, rendben, köszönöm szépen. Köszi, hogy minket hallgatsz. Hol hallgatsz helyileg, azt nem is kérdeztem. Ercsi. Okay. Köszi. Hello. Ciao, hello. Szia. Itt a Csabi. Csabi, hello, jó reggel. Hello, Csabi. A rossz poénok napján nekem is el kell mesélnem. Most Nyíregyházán vagyok. Hát a rossz poénok napján neked itt kell lenned. Hát azért mondom, nekem hozzá kell szólnom. Na. Voltunk itt Nyíregyházán nyáron is, és akkor találkoztunk egy hölgyel, aki kicsit zavarban volt, nem tudta, hogy megfogalmazni, hogy ő szeretne a Geszti Péter csapatától egy dalt, és mondtam, hogy akkor mondja azt, hogy kér egy Gringo Starr dalt. És akkor elkezdte, jó, hát akkor a barátnőmnek szeretnék kérni egy girosztálat. Girosztállal nem rendelkezünk, dalt lehet kérni személyesen, itt a Lujza utcában vagyunk, a Főzsóbalognál, itt meg lehet nézni ezt az új 308-as, regisztrációval meg is lehet nyerni 308 napra. Úgyhogy megy tovább a turnénk, várunk mindenkit szeretettel. Ledermettetek a poénomtól. Hazamentetek közben. Szevasztok. Csabi, remek zenéid lesznek, Csabi. Ja, és még ráadásul remek zeném is lesznek. Pinket szeretjük mindannyian, ti is, és van egy új dala, az Or We All We Are. Hihetetlen jó. Or We All We Are. Az. Küldjük, vagy hallgatjuk. Csabi, köszi. Okay. Vigyázz magadra, jó munkát, ciao. Nem, meg vagyunk. Nem, rendben vagyunk.
Jövő héten jössz, vagy kiveszel egy hét Szabit, most egy hetet dolgoztál? Ki kell pihennem magam. Kicsit rohadt életben, nehogy aztán meghúzd magad. Fújt ki magad. Skolálat, nehogy izoblázat legyen egy hét melló után, Csabi, egy hetet vegyék ki a jövő hétre. Kifújja magam egy kicsit, jó? Oké, ciao. Szevasztok. Az milyen jó, hogy sose késő felnőni, nem? Te lassan 50-40, és mindig az apain, hogy csöndben maradunk, egy harmadik bejelentkezik, és nem szólalunk meg, nem? Tehát ugye, hogy azért tehát milyen mélységek vannak benne, nem? Azt mondom, hogy jártutat járatlanul el ne hagyj, érted? Ha ezeddig bejött, akkor csináljuk ezt a sírig. A legegyszerűbb poén mindig a legjobb poén egyébként. Na, mindenkinek nagyon szép hétvégét kívánunk. A gersli legyen veletek. Így van, a gersli, a modenai fekete balzsamecet, a kuszkusz és a bulgur. Mindez egy receptben Feri honlapján, a Facebook oldalán, mi pedig jövünk hétfőn 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao! Puszi!